Nagy szeretettel köszöntjük a Bonum Televízió nézőit, és a témánkat úgy választottuk meg, hogy az egy lelki előkészület legyen húsvét ünnepére, hiszen a jövő hét végén Jézus föltámadását ünnepeljük, és arra lélekben föl kell készülni. Előttünk áll ez a két hét, rövid két hét, és részesen közeledik az a időspont, amikor az ember próbál meríteni a húsvétnek az öröméből. Nekem mindig egy nehézséget jelentett az, hogy húsvét előtt nem csak papként korábban is, mindig összesűrösödtek a feladataim, és mindig olyan érzésem volt, hogy nem tudom igazán kihasználni az időt arra, hogy befogadjam húsvétnek az örömét. Ha húsvét örömének a befogadására gondolunk, nagy ünnepek örömének a befogadására, akkor emberi találkozásokat is magunk elé állíthatunk. Egy találkozás akkor van igazán nagy hatással számomra, hogyha én azt előkészítem önmagamban. Hogy visszagondolok életemnek a fontosabb eseményeire, amikor találkoztunk, vagy nem találkoztam még vele akkor, amit olvastam róla, vagy mások beszéltek. És hogyha így úgy naponta gondolok rá, akkor előkészítem a szívemet és a lelkemet arra, hogy annak a beszélgetés az gyümölcsöt hozzon bennem. És így kell vagy elképzelni a húsvétot is, hogy a feltámadt Jézussal találkozunk. Hogy hogyan tudom előkészíteni a szívemet és a lelkemet arra, hogy az ne csak egy üzenet legyen, egy szép üzenet, ami megvigasztalja az embert, hogy életemnek van élete, minden embernek nekem is van életem célja, és hogy akkor majd találkozok Jézussal, és akkor sok mindent, amit hát itt a Földön nem tudtam felfogni, ezt majd ő elmondja nekem, és a hiányaimat megkitölti. De ha így az elméletet tudjuk, de hogy ez a húsvét igazán örömet jelentsen számomra, az kell, hogy a lélekbe fölkészüljek. Az ember ilyenkor önkéntelen arra gondol, hogy hát milyen bűneim vannak, amiket hurcolok magammal, amitől hogyan fogok tudni megszabadulni. Pláne az sem biztos, most egy világi fejével gondolkodom, hogy lesz lehetőségem arra, hogy közvetlenül a húsvét vasárnapi előtt megjónjak. Lélekben hogyan tudok fölkészülni erre? És az egyház, amikor erre engem föl akar készíteni, akkor bizony nagypénteket állítja elém. A nagypéntek az, amelyik fölkészít minket húsvét örömének a befogadására. A nagypénteknek pedig a legfontosabb üzenete az, hogy Jézus meghalt, értem a kereszten. És ameddig ezen nem gondolkodok el, és nem kezdenek fájni azok a bűnök, amit elkövettem Jézus ellen, vagy más emberek ellen, az nem fog elvezetni engem a tisztulásra. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy húsvét előtt részt vegyünk a plébániákon, a lehetőségünk van a keresztúton. Tehát Jézus keresztútját járva tudunk igazán közel kerülni hozzá. Nagyon sosem, hogy elgondolkozok azon, néha még elégtétel is adom Szent Jónásnál, hogy álljon meg valaki egy stációnál, ő döntse el, hogy melyik az, és azt próbálja a saját életé alkalmazni. Az én életemben hol vannak ezek a megpróbáltatások, hogy kell állni, és meg kell vallani a hitemet például. Nehéz helyzetben. Nem is a hitemet, de a hitemnek az értékeit kell megvédenem. Milyen támadások érhetnek külről, belülről. Aztán hogyan tudom elviselni a bukásokat, hogy háromszori bukás is ott van a keresztúton. Hogy az én életemben mik ezek a bukások, hogy hogyan élem meg az elsőt, amikor valami nem sikerült, akkor föl tudok állni, tudom-e folytatni. A másodikat, amikor már nem mondhatom azt, hogy na, történt valami velem, de ez egész különleges, kivételes esemény. Még egyszer, ez biztos nem fordul elő. De akkor megint előfordult. Aztán a harmadik, amikor bizonyságá válik, hogy valamit ebben az állapotban, amiben vagyok, nehezen tudok teljesíteni. És mégis föl kell, és mégis kell menni tovább. Aztán
az emberi találkozások is nagyon fontosak. Azt is össze lehet kapcsolni a mi életünkkel. A boldogságos Szűz Máriával való találkozást is, aki ugye részvétet fejez ki számomra, aki együttérző szeretettel áll oda mellém, aki megpróbáltál segíteni is, de nincs lehetősége. Csak egy tekintettel néz rám. De az is megerősítést ad számomra. Cirinnel és Simonnal való találkozás, amikor valaki rákényszerül arra, nem biztos, hogy örömmel, csak ráteszik az én terhemet és a súlyomat, és azt látom azt, hogy ami engem nyomasztott, azt most más valaki viszi. Az is egy nagyon fontos találkozás az életünkben. Aztán lehet továbbvinni, például a siránkozó asszonyokkal való találkozás, az is egy meghatározó dolog, amikor valaki nem tudja rendesen kifejezni a részvétét irántam, mint ahogy például Veronika megtörli Jézusnak a homlokát. Az egy szép gesztus, amivel kifejezi az együttérző szeretetét. De vannak olyan emberek, akik úgy siránkoznak. Tehát nem fejeződik igazából a részvétük, csak sajnálnak. Igen, köszönöm szépen, hogy valaki föl bátorította magát, és hogy telefonon hív. Várom a hívását. Dicsértessük a Jézus Krisztus! Amen. Én vagyok, Irénke vagyok. Igen. Szeretnék én is egy élményemet elmondani. Igen. Mert amikor szoktam a keresztotat végezni, én is úgy érzem, a stációknál úgy érzem, hogy nehezedik a súly. A bűnös lélek, mikor mi hát úgy születünk le, hogy bűnösök vagyunk, meg hibázunk olyan dolgokat, hogy utána meg később meg megbánjuk, és olyan keresztnél állunk meg, mikor fölveszük a keresztünket, és nehéz, mikor elesünk vele, meg gondolatokkal szoktam elmondani a keresztutat, és ugye magamban nézek a szívem lelkembe, hogy mit követtem el az életemben. Hát kicsi koromban meg ugye rossz voltam nagyon, és nem fogadtam szót a szüleimnek, nevelő szüleimnek, mert a nem édesanyám nevelt föl, de utána jutott eszembe, kezdjübe dudált, úgy neveltek föl engem, hogy amit megérdemeltem, amit meg nem, akkor meg jutalmat kaptam. De, és ezért is gondolok arra, mikor a keresztutat végzem, hogy tényleg nem jó, amikor rosszat cselekszik az ember. Utána jutunk eszébe, hogy hát nem jó vétettem. Igen. Hát mikor kiraboltak minket Tercsibe, és nem tudtam elképzelni, hogy miért, vagy hogy. Hát beteg voltam lelkileg, meg utána meg kórházakat jártam a betegségem miatt. Hát, és utána jutott eszembe, hát nem jól csináltuk. Mm-hmm. Beláttuk azt, hogy rosszat cselekedtünk. Azt utána meg ugye hát nem tudtuk, hogy utána meg az ember kapaszkodik az Úrhoz, hát hogy hogyan kéne jó cselekedni. És akkor megpróbálunk, mint Jézus után menni. Igen. És akkor utána meg a Golgotán, mikor majd meghal a Jézus,
vírasztani kell, meg imádkozni kell, hogy utána meg feltámadjon velünk együtt az Úr. A lélekbe meghalunk vele, és lélekbe támadunk fel vele. Nagyon szépen, és ezt szerettem elmondani. Hogyan szólíthatom? Irénke vagyok. Irénke, kedves Irénke, itt majdnem egy vallomás volt, amit itt elmondott, ami egy életszakaszra is vonatkozhat, de ugyanakkor az egész életünkre is, hiszen legtöbben így budácslóval járjuk az életútját, és megszégyenlünk, amikor elbukunk. Jézus ugye nem a saját bűnei miatt bukott el, a mi bűneink miatt bukott be el, mert vállalta magára a mi bűneinket. De, igen, igen, de, igen. De mi a saját bűneinkért bukunk el, és az a fájdalmas, amikor elhatározzuk, hogy legközelebb elkerüljük ezt a veszélyhelyzetet, vagy ezt a kísértést, utána megint belebukunk. És aztán megint, és hát így bukdácsolva megyünk előre. Nagyon szépen köszönöm, ezt elmondta. Nagyon szívesen. Mert, igen, Irénke, mert éppen erről akarok beszélni, hogy nem csak egyszerűen ki kell bírni ezt a keresztutat, erre utalt, hogy milyen nehéz, hanem a keresztút közben megint kell, meg kell igazolnunk, vagy meg kell tisztulnunk. Tehát arról kezdtem el beszélni, és ebbe kapcsolódott be nagyon szépen és jól, hogy mi egy nagy örömre készülünk. Tehát a húsvét nem a Golgotán fejeződik be, ahol Jézus meghal, meg a mi életünk se akkor fejeződik be, amikor egy beteg ágyom, vagy kórházban, vagy valahol elagva, teljesen egyedül, vagy magunkra hagyva, tehát meghalunk. Az egész életünknek a végső cél nem az, hogy kibírjuk ezt a keresztutat valahogy, igen. És akkor és akkor majd az Isten valahogy a sok szenvedésért kárpótol minket. A keresztény ember nem így gondolkodik, ezzel vádolnak minket. Tehát, hogy igen. Mi arra buzdítjuk önmagunkat, hogy viseljük el az élet keresztjét, és majd a végén, az örökké valóságban az Isten megjutalmaz minket. Ez egy téves megközelítése. Az egyházat ezzel vádolják állandóan. De igen, a keresztény örömér igen, az, igen. Hogy föl kell készülnünk az öröm befogadására. Tehát most is, tehát úgy kell járnunk a nagy pénteken, meg az hétköznapokon is a keresztutunkat, hogy közben a lelkünk az kifényesedjék, és képes legyen arra, hogy húsvétkor befogadja az örömet, a feltámadás örömét. Igen, mikor feltámad velünk. Jézus, igen. Tehát abban benne igen. Van a mi feltámadásunknak az öröme is. Elővételezzük. Mert ha nem így igen. Történik, akkor mitől lesz más húsvét vasárnap, mint nagypéntek? Tehát ugyanolyan szomorúak leszünk. Tehát ha a lelkünk nem készült föl arra, hogy megtisztuljunk, és hogy az örömhírt elfogadjuk, ami az örömhírt az az emberek közvetítik felénk, tehát valakivel kiengesztelődök, valakivel végre baráti szót váltok, valakinek ugye megbocsájtok, vagy elfogadom az ő megbocsájtását, gesztusokat teszek felé. Ha nem készülünk fel a nagybőtbe erre, és akkor az a húsvét vasárnap az olyan lesz, mint a többi. Jó, tudjuk azt, hogy Jézus feltámad, de igen. Az örömet akkor tudjuk a lelkünk mélyen felszínre hozni, ugye a kegyelem, hogyha megtisztulunk előtte. Tehát nekünk a keresztület úgy kell járni, hogy közben igen, tisztulunk, igen. Hogy ez öröm forrása legyen számunkra. Nagyon sok példát lehet erre vonatkozva mondani. Igen, úgy tisztuljunk meg, ahogy meggyónunk, először megyünk meggyóni, és akkor megtisztulja a lelkünk. Igen, de amikor a szentgyónást végezzük, ugye akkor is el kell gondolkodnunk azon, hogy melyik az a legnagyobb sem a lelkünkben, amit hordozunk. Lehet, hogy igen. Az, hogy igen. Nem tudunk megbocsájtani például a másiknak. Hogy van egy kapcsolat, ami ember, nagyon régen már megromlott. És ha én addig húsvétig valahogy nem teszek egy pár lépést felé, akár valóságosan, tehát megkeresem fölhívom. Vagy ha erre nincs már lehetőség, mert az is lehet, hogy a másik ember már meghalt. És akkor hogy tudom elboronálni azt a kapcsolatot, hogy nem tudom helyrehozni. Úgyhogy átgondolom az ő életét, az ő megpróbáltatásait, és nem a saját szememmel nézem, lehet, hogy haragudtam rá,
ellenfelem volt, vagy ellenségem is, de a kereszt az annyit jelenthet számunkra, hogy elszakadok a saját egyéni látásmódomtól, és Jézussal együtt járom a keresztutat, és közben arra az emberre is gondolok, aki szintén járta a keresztutat, és mi találkoztunk, és ő lehet, hogy engem megbántott, megsértett, hogy hogyan tudok vele kiengesztelődni. De a lelki életmesteri azt mondják, és ez a mi tapasztalatunk is, hogy az ima ad segítséget ahhoz, hogy kiemelkedjünk egy ilyen sebzett állapotból. Egy olyan állapotból nem tudunk megbocsájtani. Jézus szemével nézek rá. Jóisten szemével. Tehát ő megteremtette, ő értékesnek teremtette. Valami miatt eltorzult az élete. Nem is azért biztos, hogy nem azért, mert rossz volt, hanem olyan hatások érték. Akár gyerekkorában, később. Igen. És hogyha így Jézus szemével nézem az ő életét, akkor a lelkemben és a szívemben lehet, hogy föl tudom oldani azt az ellenszemet, ami előtte bennem volt. És akkor képes leszek arra, hogy kiengesztelődjek. De ez azt igen, kell, és hogy... akkor így engesztelünk ki, igen, egymással. Igen. És nagyon szépen köszönöm, drága. Köszönöm szépen. És rögtön elmondom, az elején talán elfejtettem, hogy ez egy élőadás, bár a kedves testvérek ezt biztos tudják, és hogy van lehetőség a betelefonásra, sőt, kifejezetten kérjük a hallgatóinkat, hogy telefonáljanak. Mondom a számot, ez egy, nem egy mobil szám, hanem egy vonalas szám, 061-808-95-55. És aztán van egy közösségszolgálat is, tehát nem biztos, hogy minden kérdést tudnak nekem továbbítani, de abban az esetben, hogyha valaki ezekre a kérdésekre, amik fölmerültek benne, amikor úgy velem beszélgetett, választ szeretne, akkor ott majd elmondják az én mobilszámomat is, és aztán nem akarom most egy publikussá tenni, nem lenne jó itt. De utána lehetőséget fogunk biztosítani arra, hogy ezt személyesen is megbeszéljük. Tehát azért mondom, hogy a mi keresztény emberek az örömre vagyunk meghívva. És a húsvétnak a üzenete az az öröm. Hogy igen, itt vannak ezek a sebek, vagy voltak, de hordozom is tovább, de tudom, hogy ennek van célja. És Jézussal együtt másokért is jártam ezt a keresztutat, nem csak a saját bűneimért. Van esetleg még valaki, akihez a keresztuthoz hozzá szeretne szólni. Hogy melyik az az állomás például, amelyek az utóbbi időben különösen megragadta őt. Én előbb utaltam az egyikre, a jelenés tanárnak az egyik elmélkedése adta meg ezt, hogy a sírás és a siránkozás között milyen nagy különbség van. A sírás az, amikor valakinek valami fáj, és akkor kifejezi a sírással, együttérzéssel velem szemben. A siránkozás az más. A siránkozásban nem biztos, hogy van együttérzés. Hát inkább olyan, nem is együttérzés van, hanem talán olyan sajnálat. De az ember meg nem szereti azt, hogyha sajnálják. Elfogadjuk a segítséget, de sajnálatra nincs szükségünk. Ez nagy felfedezés volt számomra. Ez a megközelítése Jelen is tanár úrnak, ez az állomásnak, a hetedik állomásnak. Hogy például Jézust ugye lemeztelenítik. Most ezt is lehet többféleképpen érteni. Nyilván, hogyha valakit így megaláznak, az mérhetetlenül fáj neki. A belső intimitását, amit a lelkében, szívében hordoz, hozzátartok az embernek a belső életéhez. Tehát azt valaki azt a ruhát letépi róla. De ezt lehet lelkértelemben is venni, amikor valaki olyan dologról beszél a másikkal kapcsolatban, amiben ő illetéktelen. Tehát nem csak fizikai értelemben lehet valakit lemeszteleníteni, hanem minden embernek vannak belső titkai, amelyet őriz, hordoz magában. Nem is biztos, hogy bűn, csak egy belső érzés. Lehet, hogy egyszerűen majd el is akarja mondani valakinek, aki méltó erre. És a lemeszteleníts az is lehet, hogy illetéktelnek előtt azt a belső küzdelmet, amit ő vív. Lehet, hogy mindig is
le is túl ez a küzdel. Ez ugye a világ előtt, tehát megmutatja ezzel, tehát szégyenbe hozza a másikat. És hányszor előfordul az, még néha így műsoroknál is, nem itt a Bonhunk televízióban, de más televíziókban is elég sokat hallunk erről, láthatjuk is sajnos, és hát elszomorodik a szívünk, amikor valaki a másiknak a barátja volt. Baráti kapcsolatok fűzték egymáshoz. És most, hogy hát szembe kerültek egymással, most a másiknak azokat a titkait, amiket ő elmondott, mint barátnak, nem akart ő világá kiáltani, csak bízott abban, hogy az a másik meghallgatja őt, és majd segítségre van. Egyszerűen föltárja. Ez, én azt hiszem, hogy nagyon súlyos bűn, tehát is lehet véteni tulajdonképpen a lelki szemérem ellen. És sajnos ugye a média nagyon sokszor erre lehetőséget ad, és nem is lehet hallani arról, hogy ezt ő megbánta volna, vagy bocsánatot kért volna tőle. Jaj, köszönöm szépen, valaki megint telefonál, tessék parancsolni. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nekem keresztutak kapcsán, az igazából nem feltétlenül így kötődik szorosan a keresztúti stációkhoz. Én egyszer voltam munkácson, és ott láttam a Torinói lepernek a másolatát, és nekem az nagyon megragadott, amikor ott Jézusnak a lenyomatát látható volt, és az nekem így nagyon megrendítő volt, hogy én egy szívenítő, hogy mit tettek akár Jézussal, meg akár mit vállal értünk Krisztus, úgyhogy ez szerintem számomra, legalábbis számomra nagyon megrendítő volt, és ilyen nagyon szívenítő élmény. Igen, mert ott lehet látni a sebb helyeket. Meg az arcán az ütéseknek a nyomát. Nekem a Veronikával volt találkozás az olyan szempontból is elgondolkodható, hogy ezt lehet a Veronika oldaláról is nézni, és az gyönyörű szép. Tehát, hogy oda megy Jézushoz, látja azt, hogy verejtékezik, nem tudja megtörölni az arcát, oda nyújtja a kendőjét, és abban leitatja a vércsepeket. De lehet egy másik oldalról is ezt nézni, és múltkor ez jutott eszembe, amikor a keresztutat jártam, idézőjelben mondom, hát a életben is, de mondjuk a templomban, hogy Jézus láthatta a saját arcát, tehát az összevert arcát. Tehát egy tükröt tartott szinte maga elé, Jézus elé, Veronika. És nagyon sokszor, amikor az ember szembesül egy a saját arcképével, ami el van torzulva, amit az élet ugye megtiport, vagy megcsonkított bizonyos szempont, vagy eltorzított, talán ez a szép kifejezés, akkor az ember megborzat, hogy ilyen lennék én. Tehát ilyen megpróbáltatások értek, és így változtam én meg, hosszú évek alapján visszatekintek egy régebbi arcképemre, és aztán azt összehasonlítom, mint a mostanival. És lehet, hogy nem is nagy idő telt el a kettő között, csak az életem megváltozott, és nagyon sok megpróbáltatáson és szenvedésen mentem át. Tehát ez is egy jelzés, hogy mit kéne változtatni azon az életemen, vagy hogy el tudjam viselni ezeket a megpróbáltatásokat. A keresztény ember nem élhet egy állandó önsajnálatban, hogy mindig megpróbáltatási kérik, meg mindig ő a vesztes, meg tehát a világ kihasználja az ő gyengeségét. Nem. Nekünk akkor is méltóságot kell mutatni a világ felé. És valamiféleképpen az öröm is meg kell, hogy csillanjon a szemünkbe. És egész biztos, hogy Jézus, amikor ránézett Veronikára, ugye egyszerre élte át a fájdalmat, együttérzést, ott van egy lány, aki megtörte az arcát, de ugyanakkor belelátott a lelkébe is. És egészen biztos, hogy akármennyire össze volt törve az arca, véres volt, de rámosolygott.
megköszönte neki egy mosolyal, másképpen nem, hogy észrevette az ő kiszolgáltatottságát, és hogy fölítatta arcának a könnyeit. Tehát így is lehet elmékedni a keresztúton. Van esetleg még valaki, aki a keresztúttal kapcsolatban szeretne valamit mondani? Egyelőre nincs, akkor még egy picit a keresztútnál időzzünk el. Én nem csak Nagybőjtben, hanem évközi időben is, péntekenként, de valamikor más időben is átmegyek a templomba, ott van mellettünk, és elmondom a keresztutat. És akkor néha megállok, időzek egy-egy stációnál. És akkor vannak ilyen felismeréseim. Ja, egy csoporttal veszünk részt a keresztut végzésén, akkor nem állhatok meg, akkor a lendület visz tovább, az is jó. De amikor egyedül végzi valaki a keresztutat a templomban, vagy akár otthon is, képeken elmélkedve vagy szemlélve, ja, akkor egy-egy megállhat egy-egy képn, és elgondolkoztathat rajta. Ja, például az Arimatai Józsefnek a jelenléte két stációban is ott van. Ő az, ugye, aki elkéri Pilátustól a holttestet, és utána pedig ugye az, hogy eltemeti. És akkor gondolkoztam ezen, hogy milyen bátorság kellett ennek az embernek az, hogy elmenjen, és hogy elkérje Jézusnak a testét, hogy méltóképpen temessék el. Tessék parancsolni, hallom. Tessék, mondja. Hogy szólíthatom, kedves? Szólhatok? Igen, várom. Igen. Tessék mondani. Martin vagyok. Kőcérből dicsőség Jézus Krisztusnak. Mindörökké, ámen. Tessék mondani. Görög katolikus, ugye? Kórházban voltam. Igen. Pár évvel ezelőtt. Öt személyes tovább laktam. Igen, hallgatjuk. Mindjárt hallgatjuk. Tessék igen, mondani. És felhozódott az, hogy hát a katolikus templomokban vannak a szentképek. Igen. Hogy helytelenek egy közülünk helytelenítette, hogy szentképek vannak a templomokban. Igen. Mondom neki, hogy nálunk Kölcsébe igen, egy négy egyház van. Van római katolikus. Igen. Van görög katolikus. Tudtam, mert a néni görög katolikus. Van református. Igen. És van evangélikus. Evangélikus is van. Igen. Van evangélikus. És az evangélikus templomban egy gyönyörű nagy oltár van. Tessék mondani, hallgatjuk. Az Úr Jézus vérrel verítékezés alkalmával. Igen, azt ábrázolja. És hogy elgondolkoztunk rajta, hogy én magam, igen, hogy Istenem, az Úr Jézus ott magába, a sötétségbe, az előre látható szenvedések, Istenem, mi mindennel mehet az keresztül ottan, Istenem. Átélte a szenvedést, ugye? És mindnyájan egyetértettünk vele, igen, hogy igen, ez egy igen különleges eset. Igen. Hát megköszönjük ezt a hozzászólást, és talán azt is el akartam mondani, hogy néha minket azzal vádolnak, hogy a szentképeket imádjunk, mert letérdelünk előtte. Mi nem a szentképeket imádjuk, nem a képeket, hanem magát a szentet. Egy kép, egy szép szobor, egy művészi szobor, vagy egy festmény, az a művésznek a szempontjából elénk állít egy igazságot. Ugye sok minden igazság lehet, az, hogy Jézus megszületett, az is,
az milyenkor öröm volt, az egész világ ott volt a jászolnál, vagy a keresztutat, amikor Jézust különböző helyzetekben megalázzák. Én úgy gondolom, hogy a mi katolikusok nem gondolunk arra, vagy görög katolikusok, hogy itt a szent képeket imádjuk. Nem, itt magát Jézust imádjuk, akit valaki, egy művész, aki különleges tehetséget kapott erre, művészi módon ábrázol különböző élethelyzetekben. Pilátus előtt például, vagy nem tudom, a főtanács előtt, vagy elesések közben, amikor találkozik a Boldogságos Szűz Máriában. Egy művész ember különleges érzéket kapott ahhoz, hogy egy-egy érzést kifejezzem. Pontosabban ki tudjon fejezni, akár formailag, akár egy versben, akár egy szoborban, akár egy képben. Tehát mi ebben az Istennek a ajándékát látjuk, és amikor kezünkbe veszünk egy ilyen szobrot, és abban gyönyörködünk, vagy egy képet, akkor arra gondolunk, hogy arra is gondolhatunk, hogy milyen nagy ajándékot kapott az a festő vagy szobrász, aki ilyen szépen tudta ábrázolni, vagy hülyen tudta ábrázolni ugye a szenvedő Jézust. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a hozzászólást, és bátorunk másokat is, hogy tegyék ezt meg. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy azok, akik művészileg tudnak beszélni erről, vagy szólni erről, azáltal az Isten a mi hitünket is erősíti. És vannak olyan keresztutak, amik különösen úgy megragadók számunkra, amit hát ha egyszer végigjárunk és nézzük a képeket, akkor nagyon nagy hatással van ránk. És az is biztos, hogy valaki látta a turini leplet. Ugye az olyan hatással lehet rá, hogy igen, itt van az a lepel, ami hitünk szerint pontosabban, tehát ez nem tévedhetetlen tanítás ez, de nagyon sokan elfogadják azt, hogy Jézus megtett mindent azért, hogy ez a lepel, amiben ő volt, amiben meghalt és föltámadt, hogy azt a történet megőrizte. És ez egy bizonyíték arról, hogy a hitünk nem egy képzelődés, hanem annak megvannak a tárgyi bizonyítéka is. Ja, ez nagyon fontos az, hogy erről így tudjunk beszélgetni, tudjunk elmélkedni. Mondom, a keresztút járás az benne mindig ilyen érzéseket ébreszt, hogy ha a művészi a elkészítése, de az, hogy összekapcsolni az életemnek egy életszakasztával, egy helyzetével. És mint a Jézus engem is biztatta, hogy menjek, járjam tovább ezt a keresztutat, vagy fogadjam el másoknak a részvétét. Fogadjam el, hogyha a másik ember akarja a keresztemet hordani. Vagy az, hogyha találkozok valakivel, aki nagyon tapintatosan, kedvesen, lehet, hogy nem is egy lepellel, vagy egy kendővel, hanem egy szóval, hogy leitatja arcomról a verejtéket. És az abban ugye kifejeződik az ő szeretete is, meg lehetőséget ad számomra, hogy az én szeretetemet ezt közvetítsen felé. Ezek csodálatos dolgok. Tehát, és ezeket a lehetőséget nem szabad kihagynunk. Most így visszatérve egy kicsit talán a keresztútból magára, az életre, a keresztek vállására, és az a élethelyzetre, hogy ott vannak bennünk ezek a tüskék, mert nem biztos, hogy járjuk a keresztutat, nem biztos, hogy meg tudunk tisztulni, hanem ott vannak bennünk a bűneink, emberi gyengeségeink. Hogyan tudunk azoktól megszabadulni? És erre vonatkozóan ugye az egyháznak a tanítása az rendkívül módon lényeges és fontos. Egy szentírás helyre szeretnék hivatkozni, tehát két héttel ezelőtt arról hallottunk, hogy ennek a részletei azóta is itt ott megjelennek a szentírásban, a napi olvasmányokban, akár a Zsolozsmában is, hogy a Nikodémus, ugye, a főtanács tagjai közül kettőt is ismerünk, aki közvetlen kapcsolatban volt Jézus, az előbb a Arimatei József, akire hivatkoztam, ugye, aki egyszerre vállal kockázatot olyan értelemben, hogy politikai értelemben, hogy elkéri
Jézusnak a testét, másrészt pedig anyagi értelemben is, hiszen abban az időben egy sírnak most se könnyű. Most se könnyű egy sírnak a fenntartása, de egy vadonatú sírban, tehát megengedi azt, hogy Jézust oda temessék. Tehát az áldozatnak kétfajta formája. Az egyik inkább egy lelki áldozat, bátorság kifejezése, hogy jelzem azt, hogy én hozzám közel áll, még akkor is, hogy a világ elutasítja. Másik pedig anyagi áldozat. Tehát egy saját síromat felajánlom valaki számára. Tessék parancsolni. Hallgatom. Tessék mondani, kedves. Tessék. Tessék mondani a kérését. Hát telefonálni szeretnék be. Hallgatom. Eszed. Én vagyok az, Ferenc atya. Mondja. Tessék telefonálni. Kikértessék a Jézus. Mindörökké, amen. Hallgatjuk. Azt szeretném megkérdezni az atyát, hogy most már mondani neki, hogy 85 éves vagyok. Igen. És én templomban járós vagyok, gyereket is katolikusra neveltem, mérvárva köröztével meg vannak, de ez vált egy kicsikét, hogy a munkahelyük olyan, hogy nem járhatnak a templomban. Nem tudnak menni, mert dolgozik nekik, van, amikor vasárnap is dolgozik nekik. Ez bánt az egyik. A másik meg azt szeretném megkérdezni, hogy volt egy olyan esetem én nekem, hogy nyáron, hát 2 éve körülbelül, kint ültem a teraszon, és ottan a fát nézem ott körbe, és egyszer a Jézuska megjelent ottan előttem, hogy ez mit jelent, és a kövis körszorú volt a fején, és a könnyei hulltak neki lefelé. Ezt hát nem tudom megfejteni, hogy mit, de én 10 évig segrestés voltam, és előtte is 5 évig egy idős asszonynak, aki szívbeteg volt, kórházban volt, addig segítettem, én csináltam helyette, és utána is, mikor meggyógyult, utána is megint segítettem neki, és hivatalosan 10 évig voltam, és így, ha azt is hozzászámoljuk, akkor 15 év, vagy hát segrestés voltam. És főmondtam 3 éve, akkor be már nem bírtam tovább csinálni ezt. És ezen nem tudok igazolni, hogy az hogy jelent meg a Jézuska éneke ott a fán. De becsuktam a szememet, hogy mostan, hogy látom utána, és utána, ahogy kijutottam, utána újból láttam ezt. Igen. Hát tetszik tudni, hogy itt az a lényeges, hogy maga így látta. Hogy igen, a többiek látták, vagy nem látták. Ha a maga élete ezáltal gazdagabbá lett, hogy találkozott vele. Itt lehet lemérni azt, hogy ez a találkozás az egy valós találkozás volt, vagy csak egy ilyen elképzelt találkozás. Ha maga élete azáltal megváltozott, teszik tudni, hogy jobban szereti Istent, és jobban szereti az embereket. Hát igen, én szerettem is mindig az embereket, szerettem is a jó Istent mindig, mert mindig templomba jártam. Most is templomba járok, gyerekeim elvisznek, vagy az egyik, vagy a másik, annyi idejük van, hogy elvisznek a 9:30-es misére, vagy unokám viszem, de általában nagyon ritka, amikor nem tudok elmenni a templomba, de viszont itthon megnézem a tévén a misét mindig. Úgyhogy én szeretek a templomba, szeretem is, segítök még most is, amit a mostani segítség, és nem tudok, akkor megkérdezni tőlem, és segítök néked. Csinálni nem tudom csinálni, mert trombosz is lőtt a lábam, és nem bírok menni a templomba úgy, csak úgy, hogyha elvisznek. Nem tudok menni gyalog olyan hosszú utat, mint ami távolságban a templomtól hozzánk. Igen. Hogy szólíthatom? Mi a kedves neve? Irén. Igen. Ez a találkozás, ez megváltoztatta az életét? Vagy gazdagította az életét? Hát
Hát, ez a látomás. Nem változott az életemben különösen semmi, csak ezt én láttam. Úgy, annyi, hogy hát a gyerekek azok nem, hogy dicsérjem őket, de nagyon jóhoz, nagyon jók. Ahogy a kórházból hazagyittem, mikor trombózis lettem, utána volt másik bajom, és a legkisebbik lányom elhozott, és a fiammal éltem, vagy nem, hogy éltem, ahol laktunk együtt, de viszont a fiam, az mögő elvált az ember. Nincs neki élettársa, azért kellett onnan együnni a lányomhoz. De minden, amikor alkalma van neki, mindig eljön meglátogatni, és hát ez is bánt, hogy nem talál magának olyat, ami ő neki tetszene, hogy hát egyedül van. De azt mondom, hogy aki volt felesége, az jó volt neki, nem mondom, csak azért vált el, hogy Jehova lett a felesége néki, és ő a Jehovákat ki nem állhassa. Ez bocsánat, hogy így mondom, de nagyon haragszik a Jehovákat. Családi belső ügy, mert nem menjünk bele, de azt látom, hogy nagyon aggódik a gyermekért, de hogyha találkozott, ahogy mondja Jézussal, akkor ezt el tudja neki mondani, az, hogy milyen hatással van rá, volt rá, akkor nem csak az ön élete változik meg, hanem a gyermeke élete is megváltozhat. Tehát egy találkozásnak az értéke attól függ, vagy a valósága például, az értéke, hogy mennyit tudunk abból másoknak továbbadni. És hogyha most ezt megosztotta velem, nem csak velem, hanem a fél országgal, aki nézi a televíziót. Ha ezt el tudja mondani úgy a gyermekének, hogy meg ezt átélte, ez hatással volt az életére, örömmel töltötte el. Ugye akkor az biztos, hogy akkor az a találkozás, az egy valós találkozás, az nem egy kitalált találkozás volt. Jó? Nagyon szépen köszönjük ezt. Ez egy tulajdonképpen egy családnak a belső életébe hát avatott be minket. Megköszönjük ezt, de a részleteket azért nem mondja el, majd nekem is elmondhatja később, vagy esetleg másokkal, vagy a mondta, hogy templomba szokott járni, akkor elmegy húsvétkor, és akkor leteszi az emberi gyengeségét, bűneit, és akkor az ottani atyának elmondja, az biztos jobban ismeri magát, és akkor okosabb tanácsokat is tud adni, mint én így a távolból, úgyhogy nem ismerem önt. Visszatérünk akkor Nikodémusra, jó? De valakinek van kérdése, akkor várunk még Nikodémussal. De Nikodémus is elmegy Jézushoz, ahogy mi is egy imádság idején elmegyünk Jézushoz, és azt is leírja a Szentírás, hogy ez az imádság, ez a beszélgetés este történt, ugye az imádság idején. Tehát felfogható az, hogy mi is, amikor valami kérdésünk van, akkor este, amikor talán egy kicsit több az időnk, akkor Jézushoz fordulunk. És miről kérdezi Jézust? És ez az, ami összeköthető a mi életünkkel, ugye a megújulásról kérdezi őt. Ez a húsvéti üzenet. Hogy van egy életem, amiben nagyon sok a megpróbáltatás, nagyon sok a szenvedés. És nagyon sokszor a szenvedést az okozza, hogy nem tudom letenni a bűneimet. Szeretnék megújulni, de nem tudok. Beleütközöm a saját korlátaimba. Nagyon sok példát lehet erre mondani. Valakinek meg akarok bocsájtani, de akkor mindig eszembe jut, hogy ő meg ezt ment a rólam. És hogy milyen régen mondta, és azóta se kért bocsánatot. Igen, köszönöm szépen, tessék parancsolni. Hallgatjuk. Haló. Bátorítom a telefonnálót, szóljon. Megszakadt a vonal, de nyugodtan folytathatja. Én akkor mondom a Nikodémus történetet, ami rólunk szól. Egy ilyen húsvét előtti állapot, de hogyha megtalálja a vonalat, akkor rögtön megmondjuk ezt a beszélgetést, és akkor hallgatjuk. Tehát ez a Nikodémus, nem tudjuk, hogy mi volt a gondja, problémája, de hallgatta Jézusnak a beszédeit. Ugye az Isten országának a szépségről, gazdagságáról. És eltöltötte a szívét az öröm, és valami miatt megkereste Jézust, és azt mondta neki, hogy hát hogyan tud ő úgy megújulni,
hogy Isten országnak azt a szépségét, azt a gazdagságát, amit Jézus föltárt, hogy ő azt be tudja fogadni. És egy nagyon fontos dolgot mond el neki, meg nekünk is, hogy ez a megújulás, ez nem belülről jön. Tehát ezt nem tudjuk elérni, hogy hát akkor jobb cselekedeteket hajtunk végre. Az inkább a gyümölcse a megújulásnak. Hanem, hogy kitárjuk a szívünket, a lelkünket Jézus felé, megpróbáljuk fölfogni, vagy befogadni azt a jóságot, azt a szeretetet, ami árad belőle. És ez a szeretet alakítja majd át az életünket. De valaki ezt a szeretetet fölfogja egyre jobban, hogy akkor az lehetőséget ad arra, hogy az élete megváltozzon, megtisztuljon. Ahogy Nikodémus mondja, lelkileg. Ha most így keresgéljük azokat a szenteket, akik ezt a lelkük mélyén áttélték, akkor elsők ezek közül, hát Nikodémus is, mert azért mondom, a Nikodémus aztán később megjelenik a Szentírásban, tehát lehet látni, hogy a Jézusral való beszélgetés nagyon nagy hatással van rá. Két alkalom is megjelenik, hogy egyszer úgy érvel Jézus mellett, hogy az egy érvelés, hogy nem lehet senkit úgy elítélni, hogy meg ne hallgatták volna. És pont Nikodémusnak a védőbeszéde következtében Jézus nem úgy télik halálra, hogy meg se hallgatják, hanem a főtanács elé idézik, ahol ott van Nikodémus. Nem tud neki segíteni közvetlenül, de azt el tudta érni, hogy Jézus a főpap elé áll, és ott nagyon fontos dolgokat mond ki. Amikor rákérdezi, hogy te vagy az élő Isten fia, és Jézus igent mond rá. És ugye vállalja tulajdonképpen azt, ami hitünknek az alapja. Ez az egyik. A másik pedig, amikor Jézust megölik, a kereszten meghal, utána pedig olajkevereket visz, hogy bekenjék az ő testét. Tehát a szeretetnek egy különleges kifejezése. Tehát ez annyit jelent, hogy a Nikodémus életében ez a beszélgetés, az Jézussal való beszélgetés, ez nagy hatással volt. Egyrészt megpróbált őt védeni, másrészt pedig, amikor meghalt, akkor pedig kifejezte az együttérzését. Igen, hallgatjuk. Dicsértessék a Jézus! Szeretnék hozzászólni. Tessék, hallgatjuk. Én Medjugorjéba jártam 4-szer, hála a jó Istennek, Fatimába is voltam, Loretóba, de arról szeretnék beszélni, hogy amikor Medjugorjéba voltunk, akkor, mikor felmentünk a hegyre, sütött a nap, nagyon fényesé volt, és elkezdett esni az eső, és akkor az idegen vezető, de csak ilyen pöttyökbe, és az idegen vezető azt mondta, hogy ne tessenek felhúzni az esernyőt, mert ez csak a szűzanya könnyei. És mindenki úgy meglepődött, hogy ez olyan csodálatos volt. És aztán este az első alkalomkor, hát olyan vita támadt a szállás körül, és akkor másnap kimentünk oda a térre, és láttuk, hogy a szűzanya olyan sötét, olyan szomorú arca volt, és akkor úgy láttuk, hogy ez rettenetes. Amikor meg egy következő, mondjuk délután, vagy délfelé, vagy bármikor láttuk, akkor meg a szűzanyának olyan mosolyult az arcán. Uh-huh. És úgy elcsodálkoztunk mi emberek, és kérdeztük az idegen vezetőnőt, hogy segítsen már nekünk, hogy mi ezt egyszer így látjuk a szűzanyát, egyszer úgy látjuk, és azt mondta nekünk, hogy amikor mosolyogva látjuk, akkor a lelkünket vetíti a miránk. Szóval úgy látjuk, hogy a lelkünkkel látjuk a szűzanya mosolyát. Amikor meg szomorú, akkor valamiért bánatos felettünk azért, hogy esetleg nem úgy viselkedett a nép, vagy nem úgy viselkedtünk, és ez annyira bennem megmaradt, hogy ez tényleg valami olyan. És a mi templomunkban meg van egy szűzanya, meg egy Jézus. Egyik oldalon volt a szűzanya, és mindig ott ültem, és aztán úgy mindig láttam az arcán a mosolyt.
És akkor egyszerre áttették a másik oldalra az atya, és oda tették az Úr Jézust, és mondom, hogy édes Istenem, hát én már nem fogom a mosolyt látni a szűzanyának az arcán. És egyszer látom, hogy a Jézus szobornak így olyan mosolyul az arcán, amikor nagyon szeretek énekelni, meg énekelek a templomba, és akkor én azt éreztem, hogy a lelkem akkor úgy összekötődik Istennel. Az, hogy ezt látunk, vagy azt, az egy más dolog. Meg nem mindenki, és itt is van, aki, szóval egyáltalán, de amikor én úgy érzem, hogy amikor boldog vagyok a templomba, vagy olyan tudok örülni, és akkor látom a mosolyt így az arcán, olyan kis mosoly, hát az valami csodálatos dolog. És szerintem mások is, akik így látnak, vagy éreznek, mert azért vannak ilyen dolgok. A csodákról nem beszélve, azok tudom, hogy vannak, és a minden kicsi csodának örülni kell. De azt nem mindenki tudja azt se elhinni, hogy jaj, most ez velem történt, és ez egy csoda. Csak ennyit szerettem mondani. Hát nagyon jó, hogy ezt elmondta, mert én is tapasztalom azt, hogy ha egy képet nézek, tehát templomban nagyon sok szép kép van, például a Boldogságos Szűz Máriáról is, de például ott van az egyik legismertebb Szent Margit festmény, Feszti Masának az alkotása. És én is különböző lelki állapotokban nézem ezt a képet, rá van, oda van téve, ahol a Jézus szívének a szobra van. Tehát azelőtt van, mint hogyha a Jézus egyik kezével a saját szívére mutatna, másrészt pedig a Margit felé, a Árpád-tér Szent Margit felé, aki ezt a szeretetet felfogta, és aki ezt a szeretetet közvetíti mások felé. És megadatott számomra az is a lehetőség is, hogy valakinek elmondtam azt, hogy ott van nálunk a Feszti Masának ez a híres Szent Margit képe, akkor megtudtam azt, hogy kiről mintázt ezt a képet, meg kívül mintázta a kezét is. Egy egyetemi tanárnőről mintázta az arcot, szintén a várban lakott, ahol a Feszti Masa, és egyszer meglátott engem, és mondta azt, hogy ez az ő arc emlékezett arra, hogy mikor készítette róla ezt a festményt. Készítettem is, én is egy fotót is a képről is, hát az ott van, meg az ő arcáról is. És csak azért mondom, hogy megadott a számomra a modellt is megismertem, de nagyon sokszor nézem ezt az arcot, és én is az érzésem, hogy más üzenetet mond számomra. Nyilván az a festmény nem változott meg, de az én lelkem az változik. És nekem hol megerősítésre van szükségem, hol bátorításra van szükségem. A Szent Margit az, ami plébániánknak a szentje, a Margit sziget az a plébániánkhoz tartozik. Tehát egy kicsit néha vele is megbeszélem a napi gondjaimat, problémáimat. És néha tényleg úgy érzem, hogy a szeliden néz rám, néha a tekintetében talán több a szenvedés, de tudom, hogy az a kép nem változott semmit, hanem az én lelkem alakul, változik, és annak üzen valamit. Tehát az én látásom, és az ember nem csak a szemével lát, hanem a lelkével is. És ilyenkor, ha ránézek arra a képre, vagy egy ismert szoborra, hogy akkor mindig hát a lelkemben próbál megfogadni. Sose felejtem el, egyszer, még amikor spirituális voltam Esztergomban, egyik osztálytársamnak a szülei meglátogattak. Az osztálytársam meghalt. Fiatal halt meg, 30 éves lehetett. És átmentünk az esztergomi képtárba, és ott megálltunk egy szobor előtt. És a szobor Hemessennek a szóval nem is szobor, ez egy festmény. Emessen egy német alföldi festő, egy híres festő. És lehet látni, hogy verejtékezik, és mintha ránk nézne. Tehát viszi a keresztet, de nem a poroszlókra néz, vagy az utat nézi, hanem mintha kitekintene ránk. És elmentünk a szobor előtt, a osztálytársam édesapjával, és aztán egyszer csak kerestük őt, hát nem láttuk. És aztán visszamentünk keresni őt, és megállt ennél a kép előtt, Hemessen kép előtt, és ott mi is megálltunk mellette, ideig vártunk, nem zavartuk meg az ő
emlékedését, imáját. És mondta nekem azt, hogy amikor meghalt a fia, az osztálytársam, akkor nagyon sokszor nézte ezt a hemesszen képet. Ezt a keresztet viselő, az emberekre rátekintő, de annyi szeretet és jóság van a tekintetében, hogy ettől kapta a megerősítést. Életkeresztjeinek a viselésében. Nyilván Jézusban egy kicsit a fiát is látta, aki vitte az életnek a keresztjeit. És azáltal, hogy Jézusan szeriden rátekintett, az volt az érzése, hogy őt is megvigasztalja. Csak azért mondom, hogy egy képnek egy ilyen története van, és nem is biztos, hogy rajtam kívül ismeri más ezt a történetet ezzel a képpel kapcsolatban. De mindjárt, ha lelkében vannak ilyen képek, és erre gondolunk, akkor a megvigasztalás érhet minket, vagy bátorítást különböző élethelyzetekben. Ezt így megosztottam a Bunum Televízió nézőivel, hogyha egyszer Esztergomba járnak, vagy az esztergomi képtárnak a híres festményeit tartalmazó album van a kezükbe, akkor keressék meg ezt a képet, mert tényleg nagyon nagy hatása lehet annak az embernek számára, aki kereszteket visel, és Jézus tekintetéből kap erőt ahhoz, hogy a saját keresztjét viselni tudja, hordozni tudja. Van esetleg még ezzel kapcsolatban valakinek így, most nem is kérdésem, tapasztalata? Nem tudom, elég volt ez a válasz, amit mondtam, kedves? Már nincs itt. Köszönjük szépen, de engem is egy ilyen régi emlékre buzdított, hogy ezt megosztam a televízió nézőivel. És hogyha azóta is megyek ebbe a képtárba, keresztény képtárba, másokat is többször elkísértem, akkor mindig elmondtam ezt a történetet, és láttam, hogy az emberek elgondolkoztak rajta, hiszen mindjárt vannak keresztjeinket viselünk, és nagyon sokszor mi is nem is a saját életünkre emlékezünk ilyenkor, hanem egy arcra, aki megosztotta velünk a keresztjét, és együtt hordozhatjuk egymásnak a terheit. És mondja, ezt aztán Szent Pál apostol pedig a Galata levélben mondja, hogy hordozzátok egymás terhét, és így teljesítsétek Krisztus törvényét. De a kereszthordozás ez annyit jelent, hogy én odaállok valaki mellé, nem biztos, hogy fizikai értelemben lehet, hogy lelki értelemben, és segítek hordozni az ő keresztjét. Nem is biztos, hogy őt átveszem, de azáltal, hogy ott vagyok mellette, és kifejezem az együttérzésemet, az már megerősítést adhat számára. Tehát Jézus se úgy segít minket, a legtöbb esetben leveszi rólunk a keresztet, hanem az, hogy megerősít minket a kereszthordozásban. Tehát szinte odaáll mellénk, és erőt ad ahhoz, hogy a keresztjeinket hordozni, viselni tudjuk. Tehát itt Timóteussal Szent Pál apostol sokat beszél erről. Ugye Timóteusnak is nagyon sok keresztje terhe volt, és ő megerősítette őt. És Jézus esetében pedig itt a Nikodémussal való beszélgetés jelentett egy ilyen megerősítést, ami hatással lehetett rá, mert mondom, kétszer a Szentírás foglalkozik vele, hogy Jézus mellé állt, és kifejezte az ő szeretetét. Ez egy nagyon-nagyon gazdag téma. Arra gondoltam, de ezt majd folytatni fogjuk mostán, egy kis szünet is lesz, vagy egy kicsit később, hogy megbeszéljük. Van egy telefonáló, várjuk! Kit nevezhetek, vagy kit szólíthatok meg, kedves? Halló? Szétkapcsolt. Akkor tartunk egy kis szünetet, de nehogy... Igen, de nehogy feladja, hanem próbálja meg a szünet után, és akkor azt a gondolatot, amit el akart mondani, azt majd folytatjuk. Jó, biztos abban is van valamilyen tapasztalat, ami nem csak kettőnket érdekel, hanem másokkal megosztatjuk.
látjuk, hogy az a hely, ahol az Úr a legtöbbször nyeseget minket, éppen a munkahelyünk. Napi 8 órát töltesz ott, ahogy hallottuk. Sok módon jelentkezhet ez a nyesegetés. Előfordul, hogy a főnökünk nem megértő, nem értékeli a munkánkat. Azon kell lennünk, hogy mindinkább Jézus felé forduljunk, és azt mondjuk, Uram, a főnöknek nem kell tudnia, hogy én mit csinálok. Elég, ha te tudod. A főnöknek nem kell hálásnak lennie, te hálás vagy. Amikor hallasz egy csúnya viccet, ahelyett, hogy részt veszel a vidámkodásban, és azt sugalnád, hogy szerinted ez nagyon vicces volt, tégy úgy, mintha épp valami más csináltál volna, és a viccet nem is hallottad. Magadban pedig mondd azt, Jézusom, sajnálom, hogy ez megy itt. Sajnálom, hogy a nevedet méltatlanul a szájukra veszik. Magadban elmondhatsz kis fohászokat, én kis nyilaknak, szeretett kitöréseknek hívom őket. Szeretlek, Jézus. Amikor kihúzod a fiókot, szeretlek, Jézus. Sajnálom, hogy szenvedned kell. Így az egész napunk átszellemül. Ez nem ájtatoskodás, hanem spiritualitás. Így kell tennünk a világban, mert olyan, mint a mókuskerék. Minden felgyorsult, és ördögi lett. És a legjobb, amit tehetsz az, ha megadod a főnöködnek a jól végzett 8 óra munkát. Nincs szükség 12 kávészünetre, és 3 cigire. Van egyfajta becsülete a keresztény munkavállalónak. Nekem 8 órát fizetnek, be is tartom a 8 órát. A Magyar Pálos Rend pécsi közössége különleges jubileumot ünnepel a 2025-ös esztendőben. A város közelében található Jakab-hegyi Pálos Kolostorban 800 évvel ezelőtt indult el a Pálos szerzetesi élet. A kerek évforduló kapcsán több programmal készülnek a pécsi pálosok. Ezzel kapcsolatban talán legfontosabb az, hogy elkezdődött már a tervezése annak a két zarándok útnak, ami köthető a Jakab-hegyhez, egyik ott a Jakab-hegy körül, a másik pedig Pécs városában. Mind a kettő egy körtúra, és segíti majd azoknak a látogatóknak, akik akár a városban, akár az erdőben szeretnek túrázni, egy elmélyülést. Tehát olyan virtuális vezetést kapnak, akár okostelefon vagy füzet segítségével, ami segíti őket elmélyülni arra az időre, amíg oda kimennek. A Jakab-hegyi Pálos Kolostor alapításának 800. évfordulója kapcsán a Pálos zarándokutak mellett egy ünnepi szentmisét is bemutatnak a kolostor romoknál. Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján Pázmánd község önkormányzatának március 15-i ünnepi megemlékezésén a Pázmándi Szent Gellért általános iskolások adtak műsort. Az eseményen részt vett Spányi Antal megyés püspök. Az ünnepség után a résztvevők a Szent Gellért iskolába vonultak, ahol Tallér Krisztián plébános iskolabiztos köszöntötte a főpásztort, a település polgármesterét, a megjelent önkormányzati képviselőket, a pedagógusokat, a gyerekeket és a hozzátartozókat. Nicole Erika igazgatónő köszönetet mondott az iskola közösségének nevében, hogy az egyházmegye fenntartásában 5 éve működő intézmény mind anyagilag, mind erkölcsileg biztos háttérrel működhet. Mára elkészülhetett az épület délnyugati szárnyának korszerűsítése 5 új tanteremmel. 2019-ben kerültünk a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásába, és azóta csupa jóban van részünk, tehát először a teljes bútorzat került lecserélésre az iskola épületben, tehát a többi osztályteremben, és most pedig végre megújult ez a szárny, és korszerű szaktantermeink lettek, amik eddig hiányoztak, úgyhogy nagy hiány űr lett így betöltve. Megújultak a
tantermek. Új bútorzatot kaptunk ezekbe a termekbe, a legmodernebb technika, a legmodernebb oktatási eszközök kerültek beszerzésre, és itt a kollégák örömmel vetették magukat bele a munkába ezekkel az új eszközökkel, ezekben az új termekben. Itt ebben a szárnyban található az angol terem, az informatika terem, egy kicsi zeneszoba, egy technika terem és egy természettudományos szaktanterem. Spányi Antal püspök beszédében azt hangsúlyozta, az iskola a fejlesztéssel még alkalmasabbá vált az oktatásra, de az intézményben nagy hangsúlyt kap továbbra is a keresztény nevelés, ami a jövőt szolgálja. Az iskolának természetesen a katolikus pedagógia szerint a legfontosabb feladata az, hogy tanítson, az életre készítsen föl, a továbbtanulás, egy általános iskola továbbtanulásra segítse a gyerekeket, de nem csak tanítani kell, hanem nevelni is kell az iskolának. És egy ilyen iskolában, amit egy egyházmegye tart fönt, a tanítás az a keresztény tanítás, a keresztény élet tanítása, a keresztény kultúrának a megőrzése, a gyerekek lelkébe beleültetése, megőrzése, továbbadása. Hála Istennek ebben az iskolában ezt is értik, és ez is zajlik, ez is így történik, és így vagyunk büszkék azokra a gyerekekre és pedagógusokra, akik itt ezt a munkát végzik. A diákok énekes, zenés, verses műsorral köszönték meg a főpásztornak, hogy együtt ünnepelt az iskolásokkal és a pedagógusokkal. Az ünnepség zárásaként a megyés püspök megáldotta az új épületrészt, a korszerűen kialakított, modern eszközökkel felszerelt tantermeket. Mutatjuk akkor a eddigi beszélgetésünket, és egy másik szentet állítunk magunk elé, akinek az életét jól ismerjük, akinek az életében az, hogy Jézus meghalt érte, óriási fordulatot jelentett. Szent Pál apostolról szeretnék néhány gondolatot mondani. Ha az ő leveleit olvassuk, egy visszatérő üzenet számunkra az, hogy fölfogta, hogy az Jézus meghalt érte. Először általánosságban beszél erről, hogy Krisztus meghalt a bűnösökért, no az igazért is, alig hal meg, valaki írja, rómaiakhoz írt levelében. Jézus úgy szeret minket, vagy Isten úgy szeret minket, hogy a legvégső határig elmegy, ha mi üdvösségünkről van szó. És ilyen értelme beszéltünk arról, hogy Isten szenved értünk. Ez a szenvedés ez nem az ő hiányérzetéből fakad, mert tudjuk azt, hogy ő tökéletes, teljes, de amikor a mi problémáinkkal azonosul, amikor ez a szenvedés, ez együtt szenvedés velünk, akkor ezt is ő is átéli. Hát a Szentírás erről szól, az Ószövetségben is a Jóisten úgy jelenik meg, mint aki együtt tud velünk gondolkodni, együtt tudunk velünk érezni. És akkor azt mondják, hogy amikor az Úr megjelenik, ugye Mózesnek a égőcsipke bokorban, és elmondja a nevét, akkor az a név azt jelenti pontosan, nem csak az, hogy ő van, tehát ő a teljessége, a létnek a teljessége, hanem sokkal inkább azt jelenti, aki velünk van, aki az életünknek a része, aki nem csak megalkotott minket, meg végső célunkhoz vezet egy távlatot a számunkra, hanem aki részt vesz a hétköznapi életünknek a küzdelmeiben, és átérzi azokat a súlyokat, azokat a kereszteket, amit mi átélünk. Tehát egyrészt Szent Pál apostol kifejezi ezt, hogy meghalt a bűnösökért, de utána egy másik helyen pedig pont a Timóteushoz írt levélben jelzi azt, hogy meghalt érte. Akkor azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, egy nagyon fontos dolog, hogy így folytatja, ajk között én vagyok az első. Rádöbben arra, hogy Isten ennyire szeret minket. Tehát nem csak törvényt adott profétákon keresztül, meg jelezte azt, hogy a világ végén majd föltámaszt minket, tehát az ember élet az nem
a halála fejeződik be, hanem Isten szeretetében való kiteljesedést jelenti, hanem az, hogy amikor szenvedünk, akkor együtt szenved velünk, átérzi a keresztjeinek a súlyát. Az isteni szeretet egy ilyen velünk együtt szenvedő szeretet. Nagyon szépen fejezik ezt a gondolatot, előbb már idéztem, vagy utaltam rá, Clairvaux Szent Bernát, tudjuk a ciszterci rendnek az egyik kiemelkedő személyisége. De Isten úgy szenved, hogy velünk együtt szenved. Velünk van a szenvedésben. És erre vonatkozóan, tehát nagyon sok példát tudunk mondani, olyan értelemben, hogy ahogy az Isten így szenved velünk, és így akar segíteni minket, hogyha mi valakinek segíteni akarunk, akkor hasonlóképpen kell viselkednünk. Tehát kevés az, és itt várom majd a betelefonálóknak a sorát is, tehát kevés az, hogyha ha valaki úgy gondolja, hogy hát hozok valami áldozatot érte, meghallgatom, vagy ha kell pénzt is adok, vagy megpróbálom valahogy az anyagi, vagy másik gondjait enyhíteni. Nem. Ha igazán akarunk segíteni a másoknak, akkor ki kell fejeznünk azt, hogy ami neki fáj, ami miatt ő szenved, az nekünk is szenvedést jelent. Ezt a teológia kompassziónak nevezi, együtt szenvedésnek. Annyit példát tudok mondani az életemben erről, hogy néha talán szavak se kellenek, csak egy érintés, vagy egy gesztus, amivel kifejezem azt, hogy én tudom, átélem az ő helyzetét. Lehet, hogy nem tudok neki segíteni, ott állok az ágyánál, mozdulni se tud. De ha megérintem őt, vagy olyat mondok, ami szíven üti őt, azzal ki tudom fejezni azt, hogy az én szenvedésem, az vele együtt való szenvedés. Tegnap is például egy kórházba hívtak. Azért említem ezt, mert leginkább azokkal az emberekkel lehet kifejezni az egyik szenvedésünket, akik teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Nem is biztos, hogy hallotta pontosan, amit mondok, de hogy odaálltam mellé, nagyon sokszor, ha van lehetőségem, akkor megérintem a kezét. Például a betegek kenetének a föladásánál nagyon nagy jelentősége van annak, hogy amikor a betegek kenetét föladjuk a betegnek, akkor a homlokát is megérintjük, és a tenyerét is megérintjük. És visszaemlékezem tegnap, hogy egy szerzetes nővér, ez a irgalmas kórházban volt, egy szerzetes nővér vezetett el ehhez a beteghez. Ő is hívta a kórház lelkészséget, hogy valaki látogassa meg a beteget. És igen, ezt a mondatot elmondom, de talán tessék szól mindenféleképpen. A nagyon szeliden, nagyon kedvesen, amikor megkentem a kezét olajjal, a betegek kenetével, akkor a tenyerét úgy felén fordította. De úgy, hogy megérintette, nagyon kedvesen, szeliden. És így létrejött egy testi kapcsolat közöttünk, egy érintés, amelyen keresztül én a Istennek a szeretetét próbáltam közvetíteni. Hallgatjuk a telefonálót. Dicsérjessék a Jézus Krisztus, Judit vagyok. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az Atya itt korábban említette Szent Pált, és nekem most ebben az foglalkoztat igazán, hogy például Szent Pál is történeténél is, legalábbis a megtérés történetét, ahogy olvassuk a Szentírásba, illetve az apostolok meghívását is. Nekem legalábbis úgy tűnik, mint hogyha ilyen könnyedén mondanának igent a Jézus követésére, és hogy miért van ez így, hogy miért tűnik úgy, hogy ilyen, mint hogyha könnyedén hagynák ott az előző életüket, akár a halászatot, vámszedést, bármit. Manapság is talán ilyen könnyű úgymond igent mondani Jézus hívására? Köszönöm szépen a kérését. Hallgasson, mert lehet, hogy kérdezni fog majd a válaszom közben.
nyugodtan tegye meg. Szent Pál apostol egy méretetlen lelki szenvedésen ment keresztül. Azt amikor történik a megtérés a damaszkuszi úton, erről nem ír ott, hogy mit játszott le benne. De az írásait nézzük, amit később írt korábbi életéről, neki egy óriási problémát jelenthetett az, hogy mint farizeus ismerte a törvényt, de nem tudta megtartani a törvénynek a betűjét. És ez később mondja is, hogy a betű öl és a lélek életet. Tehát szeretet nélkül, egyszerűen csak az, hogy itt van a törvény, és azt a törvényt be kell tartani betű szerint, és minden esetben csak úgy, ő egy óriási tehernek fogta föl, de ez alatt szenvedett. Tehát ráadásul tanítani is kellett, mert ő farizeus volt. Na most a között a megtérését egy esemény előzi meg. Köszönöm, hogy ezt kérdeztem, akkor elmondom. Nekem is egy nagy felfedezés volt, amikor egyszer olvastam valahol erről, hogy ő, tudjuk, részt vett István diákonusnak a megkövezésénél. Most István diakónusnak igazából, hát ő semmi bűne nem volt, hát az volt a bűn, hogy keresztény. És mint keresztényt, ugye megkövezték. És ami megdöbbenthette őt, és ami elgondolkoztatta, és ami kiváltatott benne egy gondolatmenetet, ami aztán valahogy a damaszkuszi úton érett be teljesen, az volt, hogy ha elolvassuk az apostolok cselekedetében, ott van részletesen leírva a István diakonusnak a megkövezése, akkor ő a támadóival szemben nem hadakszik, nem gyűlettel fordul feléjük, hanem dicsőíti az Istent. Tehát ő az üldözött, akinek joga lett volna talán visszavágni azoknak, akik ott nézik a megkövezést, vagy talán ők is dobálják rá a követ. Tehát ő ezt végignézte, és nem látott eltorzult vonást a diákonusban, István diákonusban, hanem szeretettel beszél, fölhívja a figyelmét arra, hogy a profétákat mindig megkövezték. És Jézusból is szeretet árad, és belőle is szeretet árad. Most ez azért nagyon lényeges, és ezt ugye a biblikusoktól tudjuk, hogy őt nem a városon belül kövezték meg, hanem kivitték a városon kívülre. Sőt, amikor megkövezték, akkor a ruháit Saul elé tették, hát a későbbi Szent Pál elé tették. Nem csak látta ezt az eseményt, hanem a ruhái is ott voltak előtte. És nem sokkal ezután történhetett az, hogy Szent Pál apostol megindul Damaszkusz felé, és ugyanazon a kapun mehetett ki, amelyen kapu mellett néhány nappal korábban, vagy egy héttel korábban, ezt nem lehet pontosan tudni, látta ezt a megkövezést. Ezt dolgozhatott benne. Tehát egyrészt láthatta az arcát, hogy hullanak rá a kövek. Ugyanakkor pedig nem torzították el ezek a kövek az arcvonásait, hanem szeretettel tudott beszélni ezekkel az emberekkel is. Arra gondolhatott és a keresztény nem tudják, hogy mit tesznek. És ez a belső szenvedés vagy küzdelem vezethette őt oda, hogy abban a kiemelt kegyelmi pillanatban meghallja Jézus szavát, hogy miért üldözöl engem. Nehéz ugye az ösztök ellen rudalóznod. Tehát amikor leesett ugye az összéről. Tehát, hogy igen, megtapasztalhattad az én szeretetem, az én jóságomat, ettől nem fogsz tudni megszabadulni. Átérezhette, átsugározhatta ez a megkövezett diákonus István ezt a szeretetet, amit Jézustól kapott. És ezt a szenvedést, ami korábban is benne volt, ezt felfokozta. Ott volt valakinek a halálánál, ő is esetleg dobta követ. Vagy tapsolt, amikor látta ezt, mert úgy érezte, hogy hát igazságot szolgáltatnak. És közben megölték az igazat. És ez visszatérő gondolata ugye Szent Pálnak, amikor ugye idézi ezt a megkövezetést, illetve visszautal erre, hogy a profétákat is
mert igazak voltak, mindig megölték. Tehát a Szentírás igenis beszél arról, hogy mi ászódott le benne. Még akkor is, hogyha ott abban a pillanatban nem mondja azt, hogy na ez történt Pál életében. És utána pedig, még ha folytatjuk Szent Pálnak az életét, nem egyszerűen válik egy pillanat alatt keresztényé. Elviszik őt Damaszkuszba. Ugye, ott az egyenes utcában. Ugye, tudjuk azt, hogy hosszabb ideig töltött, a vakságából meggyógyul. Persze itt nem csak fizikai értelemben gyógyult meg a vakságából, lelki értelemben, és meglátott valamilyen értéket a keresztényekben, amit korábban nem látott. És utána pedig még hosszabb ideig elmegy Arábia sivatagába, ahol fölkeresi őt. Tudjuk, talán rokona is volt, az egyik, Jézusnak az egyik tanítványa. És azzal beszélget, és így lassan-lassan, ugye, Barnabásnak hívják ezt, a vigasztalás fia, ezt jelenti szerint. Hogy eljut addig a pillanatig, hogy keresztény lesz. De ez egy hosszú, vergődő, szenvedő folyamat. Ami csak egy pillanat volt az, amikor találkozik a Damaszkuszi úton Jézussal. Nem tudom, elég-e az, amit itt mondtam? Így már kicsit világosabb a történet. Nézzük a többit, akinél azt mondjuk, hogy egy fordulat játszódott le. Tehát például ugye, Claudelnek a megtérése. Ugye ő a Párizsban, ugye a bazilikában tér meg, oda is tettek egy követ, ugye, a Notre-Dame-i bazilikában. Úgy tűnik, hogy egy pillanat alatt tért meg. De egy hosszú folyamatnak ez a vége, ami tele volt megpróbáltatása és szenvedése. Vagy például Foucault-nak a megtérése. Ez egy kicsit többet foglalkoztam. Puskeli Mária leírja az ő egész életét. Az egész életében egy vergődés volt. Ő azt hitte, ugye Foucault, hogy majd ő kadétként, tehát katonaként olyan nagy dicsőségeket fog szerezni, ami boldoggá tesz. És ledöbbent arra, hogy az az élet, amit akkor a fiatalsága élt, az ez nem egy boldog élet. Megpróbálnak felelni valami elvárásnak. Tehát társadalomban bele akarnak illeszkedni vezetőként. És az a háborúba viszik őt, ahol majd harcolni kell, az se jelent örömet. És akkor ugye ebben a vívódásban, a vergődésben, tehát egyszer elmegy Szent Jónást végezni, de igazából nem akar ő megtérni, csak mindig elmondja a bűneit, és akkor valami vigasztalást vár. És találkozik a Szent Ákoston templomban, Párizsban, egy gyóntató asszony, ne magyarázzon, ne a sebein nyalogassa, mondja ki, hogy bűnös. Őszintén mondja ki. Tehát ne vigasztalást várjon, hogy milyen nehéz az életem, meg hát mások is életében mennyi szenvedés. Nem, hanem mondja ki, hogy bűnös. És ez a pillanat, ez egy fordulatot jelent az ő életében. Tehát, hogy nem magyarázkodni kell, meg magyará értelmezni kell, hogy miért így, meg miért úgy. El kell ismerni az ember bűnös. Ahhoz, hogy az Isten be tudjon lépni az életünkbe, és ki tudjon emelni minket, ami a kezünkben van, azt el kell engedni. Így mutatom is. Tehát, ha valamit szorítok a kezemben, akkor Jézus nem tud belépni az életembe. Szóval kér lehet egy ember lélek is. Valamit bezártam oda védekezésből, egy pajzsként használom Isten ellen. Ahhoz, hogy az Isten belépjen az életünkbe, vagy lelkünkbe, vagy az ő tenyerét, az én tenyerembe tudjon tenni, ki kell nyitni. Az meg úgy történik, hogy üres. Tehát amit csináltam eddig, az üres volt. Nem jelent örömet számomra. Tehát én Isten kegyelmét várom. Bűnös vagyok. Ebbe a tenyérbe be tudja tenni a tenyerét az Isten. Hogy ebbe a lélekbe be tud lépni, ha üres. Tehát ha várom azt, hogy kitöltse az életemet. Tehát egy ezt kérdezte tőlem, hogy a szentek életében, a Szent Pál életében úgy tűnik, hogy ez a megtérés egy pillanat alatt történik. Lehet, hogy a pillanat alatt történik, de egy hosszú vergődés folyamat előzi meg, ami elvezeti őt addig a pillanatig. És ezt össze lehet kapcsolni húsvéttal is. A húsvéttől úgy készülök, hogy akkor majd elmegyek a templomban, meg lehet, hogy
ha lesz lehetősége majd meggyónak, az nem fogja számomra a megtérés kegyelmét közelíteni. Csak akkor, aki mondom, hogy bűnös vagyok. Nem is az, hogy halálos bűnöm van, nem biztos, hogy van halálos bűnöm. De nem azt csinálom, az Isten kíván tőlem. Ezért vagyok bűnös. A bűn az nem egy csak egy parancsnak a megszegése. A bűn azt jelenti, hogy nem azt teszem, az Isten kíván tőlem. És lehet, hogy a világ szemében még értékes is vagyok, még nem tudok olyan cselekedetet mondani, ami az a nagyon nagy bűn lenne, de nem azt teszem, amit az Isten kíván tőlem. És ha valaki ezt beismeri, akkor van lehetősége arra, hogy kitárja a kezét és a szívét Isten elé, előtt is befogadja Istennek a kegyelmét. Ha nem, a görcsösen megkapaszkodik valamiben, ami úgy érzi, hogy hát védelmet ad számára, vagy biztonságot ad számára, ő akkor nem fogja átélni húsvétnak az örömét, meg nem fog megtérni. Ezek úgy összefüggnek, ezek a dolgok. Köszönöm ezt a kérdést, de ha ezzel kapcsolatban amit mondani akar, akkor mert nagyon jó volt a kérdés, akkor hallgatom tovább. Igazából ettől több most így kérdés nincs ebből a témából. Még egy rövid élményt hadd meséljek el még kicsit más témában. Most így a hétvégén voltam egy múzeumban, és akkor keresztény tematikájú kiállítás volt, és volt, hogy Árpádházi Szent Erzsébetről volt egy festmény, és mellettem két lengyel fiatal ember nézte a képet, és így nem tudta, hogy ki volt Árpádházi Szent Erzsébetnek a körülötte lévő dolgokat, és csak olyan jó volt kicsit az ő tudásokat is minimálisan bővíteni, hogy elmondtam nekik, hogy akkor ki is látható a képen, és pár infót mondtam erről a magyar szentről, és akkor ez csak jó érzés volt így mélyíteni mások tudását. Szent Erzsébetről beszélt azért. Margita közelebbi kapcsolatban vagyok, mert mondom, a Margit-sziget az a mi plébániánkhoz tartozik, de nagyon sokszor próbáltam így Erzsébet életét is magam mellé állítani. Ugye Erzsébetet egészen fiatal korban kivitték, nem kötött még házasságot, de eljegyezték valakivel. Ugye a türingiai grófval, egy fiú, egy gyerek volt, mind a ketten gyerekek voltak. Akkor hát nyilván engedelmes kell tartani a szüleinek, meg a leendő anyósának. Ez a fiatal ember, ez meghalt, de ott volt a testvére. Akkor a testvérehez adták feleségül. Akkor megint úgy érezhette, hogy hát neki királylányként az a feladat, hogy hát az édesapja parancsait teljesítse, vagy hát a magyarokra jó fényt vessen. De egy szerető emberre találta Lajos őrgrófban, mert ő meglátta benne ezeket az értékeket. De méretetlen sokat szenvedett Erzsébet, mert az anyósa az nem örült annak, hogy a nagy lelkűen osztogatja ugye, a kincseit, és otthon is sokat kapott, az ő édesapja föltarisznyázta azért őt sok mindennel, ugye Mendre. De fogyott a pénz, és ellenséges környezet vette őt körül. És amikor aztán a férje meghalt, ugye csatában halt meg, ott megbetegedett, meghalt, akkor meg egyedüllé vált, voltak a gyerekei. Egyedül nevelte őket. Nem akart lemondani ugye arról, hogy azt a küldetést, amit ő vállalt a betegeknek a segítése, ő lemondjon. Mérhetetlen sokat szenvedett. Mérhetetlen sokat. És ez vezette őt igazából Krisztushoz, aki fölismerte azt, hogy Krisztusnak a szenvedés az vele való együtt szenvedés. És a szenvedés nyitotta meg egyrészt a lelkét Krisztus befogadására, Krisztus szeretetének a befogadására, meg más embereknek a befogadására is. És aztán ugye híre ment, hogy a többek között a császár is feleségül akart őt venni, és hát ő ennek ellenállt, és aztán amikor hát meghalt Erzsébet, ugye akkor ő volt az egyik a császár, aki vitte a koporsóját, és rátette a királynének a koronáját, amit ő
visszautasított az életébe, az halálában. Már nem tudja visszautasítani, tehát odaadja neki. De az ő élete mérhetetlen sok szenvedésre járt. Az a sok történet, amit ugye elmondanak róla, hogy mind ment keresztül, megaláztatásokon ment keresztül, az mind-mind elvezette őt az egyre jobban ahhoz, hogy az életét Jézusnak adja. És ez az, ami, hát nem tudom, ezt el tudtam mondani, azoknak a lengyel zarándokoknak, akik ott voltak, vagy turistáknak, ez az, ami igazán nagyjá tette őt. És ezért a ferences templomok, mindenhol, ahol a világon járunk, majdnem mindenhol ott van az ő alakja, a rózsákkal. Mert hogy Jézusnak a szenvedését és annak a szeretetét közvetette mások felé. De ha valaki nem vállalja a szenvedést, és azt nem köti össze Jézussal, akkor ez a misztériumot nem tudja átélni. És most, ha ezen fordítunk egyet, és azt mondjuk, hogy Jézustól megkaptuk, de ott van, mellettünk emberek vannak, akik szenvednek, szegények, vagy betegek, vagy elhagyatottak. Ha mi nem vállaljuk ezt az együtt szenvedést, akkor nem tudunk közel kerülni hozzájuk. Ha csak szépeket mondunk, vagy valamit adunk úgy, hogy az életünket nem adjuk oda teljesen, akkor nem tudunk ahhoz a másik emberhez közel kerülni. Csak akkor, hogyha ez a szenvedés, ez együtt szenvedés vele, ezt ki tudjuk fejezni valamiféleképpen, és akkor megkapjuk, ugye ezt 16. Benedek pápa írta, a megerősítést, a konzolációt is. Tehát akkor az együtt szenvedés, a kompasszió, az egy ilyen megerősítéssé is válhat számunkra. És a megerősítést azt Isten szeretete adja meg, vagy az a viszont szeretet, amit az áttél, akivel megosztottam a szenvedését. Hát tegnap a plébániánkon is erről beszélgettünk, és nagyon jól tudtam azt, hogy az egyik fiatalember, aki most meg fog keresztelkedni, az nagyon hosszú időn keresztül mennyi szenvedést ért át. Az ő édesapja nekem osztálytársam volt, és amikor temettem az édesapját, akkor mondta azt, hogy nincs megkeresztelve, és hogy meg akar keresztelkedni. És most, jövő hét szombatján, tehát ott a plébánián, pontosabban a templomban lesz az ő, a vigília misében az ő megkeresztelése. És amikor ez a beszélgetés befejeződött, én ezt tudtam, de akkor még oda jött hozzám, és mondta azt, hogy éveken keresztül élte ezt a szenvedést. Először a felesége halt meg, utána pedig az édesapja. És ameddig a feleségével volt, és az édesapjával volt, addig szinte mindent úgy magára hagyott, és velük volt. És nagyon nagy fájdalmakat élt, tehát lelki fájdalmakat, de azt hiszem életének a legszebb évei voltak. Igen, tessék parancsolni. Hallgatjuk. Dicsőítessük a Jézus Krisztus, hogy egy igaz, de rövid történetet szeretnék csak elmesélni. Igen. Nem a mostaniakhoz volt, csak kapcsolódóan, csak hát most ott eszembe. A 101 éves keresztanyám, hát úgy hirtelen valami probléma ment, és a kórházba ment, és a kórházba került. A református volt egyébként, és ő hitt Istenben, de a túlvilágot nem akarta tulajdonképpen, azt nem tudtam rábeszélni, vagy elbeszélni, ahányszor találkoztam, 200 kilométerre volt tőlem különben. És én viszont katolikus vagyok, mert engem a nagyszüleim neveltek, és úgy reformátusra kereszteltek még a kórházba. Ezt még elmondom. És az a lényeg, hogy a fia se, meg a felesége se, meg az egész család ott lent, nem az református város volt. Szóval nem voltak különösebben vallásosak se, tehát gondolatban se. És amikor a fia fölhívott, hogy tegnap volt benne a keresztanyámnál, és hogy hát bizony elég rosszul van, és otthon másnap, vagy nem, még aznap azt mondta a telefonban, hogy nem érti a jó Istent, hogy miért szenved ennyit az édesanyja. Ő mondta ezt. És másnap meghalt a keresztanyám.
Hát ez akkor úgy fejbe vágott, hogy ez olyan volt, mint az Úristen leszólt volna, hogy itt vagyok. Tessék. Legalábbis én így éreztem. És szóval, hát nem mondom, hogyha tényleg gondoltak az Istenre, és azért mondták ezt, akkor tulajdonképpen nagyon jó, hogy így történt. Hát a szenvedésben lehet igazán közel kerülni egymáshoz. De az életemből is, még fogok mondani szentek életéből is példákat, de ha most ennyire személyeset mondott, hogy a szüleimmel való kapcsolat is igazából akkor mélyült el, amikor megbetegedtek. Én mindig szerettem a szüleimet, ők is nagyon szerettek. Azt észrevettem, hogy nagyon sok áldozatot hoznak értem. Nem csak úgy vállaltak, hanem ugye, nem tudtam olyan problémával édesanyámhoz fordulni, hogy meg ne hallgatott volna, meg ne próbált volna érteni engem. Uh-huh. És akár mivel mentem oda, még akkor is, hogyha az nekem kellemetlen volt, tehát soha nem szidott meg, hanem mindig abból kiindulva inkább bátorítani próbált, hogy azt a rosszat, amit átélek, azt, hogy jóvá is lehet tenni. Emlékszem egyszer, valami miatt intőt kaptam az osztályban. Én jó tanuló voltam, meg jó is voltam, de akkor kaptam egy intőt, szerintem többen is kaptuk. És én annyira szégyeltem, hogy gondoltam magamban, hogy hát az a délután az nem alkalmas arra, hogy elé álljak, és akkor aláírassak vele egy intőt. És az egész éjjel úgy mozgott bennem ez, hogy itt van az intő, gondoltam magamban, majd szerzek egy-két ötöst, vagy mit tudom, dicséretet, és azzal megpróbálom kiegyenlíteni. És egy ilyen átvergődött éjszaka után, reggel, amikor fölébredtem, akkor oda mentem hozzá, elmondtam, hogy ez volt, és akkor aláírhattam vele az ellenőrzőt. Hát én Angyalföldön nőttem fel, ott a belenőrzők azok gyakran beteltek a sok intőtől, tehát nem volt az nagyon ritka dolog. Hát ezzel próbáltak minket nevelni az intőkkel, meg a dicsérettel is persze. És emlékszem, elmosolyodott, tehát nem volt harag benne, és azt mondta, hogy jó, majd biztos ki fogod javítani. Tehát abban is, hogy nem egy itt élő bírót láttam az édesanyámban, hanem egy szerető édesanyját, aki rám tekint, és megérti azt, már amikor mondtam, hogy nehezen tudtam elaludni, meg egész éjszak ezen gyötrődtem, akkor ezt úgy honorálta, és bátorított, vagy később is, amit nem is tudok elmondani érzékenés nélkül, hogy ne legyünk kiszolgáltatva, vagy egy húgom Magdolnának hívják, ne legyünk kiszolgáltatva, ne kelljen mindig pénzt kérni tőlük, Mária szülőinktől, ezért mindig adott egy meghatározott összeget, hogy abból gazdálkodjunk. És én nem is emlékszem, hogy én külön mentem hozzá pénzt kérni, mert ezt megakadályozta, ezt a megalázkodást azáltal, hogy adott. És ezáltal hogy hozzá is szoktunk ahhoz, hogy hát gazdálkodjunk azzal, ami van. És emlékszem, hogy egyetemisták voltunk, húgom is, meg én is, akkor is, tehát az édesapjám fizetéséből, meg az övéből egy nem nagyon nagy összeget, de abban az időben az egy jelentős összeg volt, úgy adott nekünk, hogy ebből gazdálkodjunk. És aztán ugye én elvégeztem a mi egyetemet, ahol elkezdtem dolgozni mérnökként, tehát akkor persze akkor hát nem folyosította tovább ezt a támogatást, de amikor papnövendék lettem, ugye és az megszűnt, ez az anyagi támogatás, nem is a támogatás, ugye a füzetés, ahonnan dolgoztam, akkor egyszer csak elém állt, amikor mentem a szemináriumba, azt mondtam, most nem lesz jövedelmed, és úgy azt az összeget, amit még egyetemistaként kaptam, ugye azt kezdte folyósítani. Tehát együtt érzett velem. Tehát mi is egy mérnök ember voltam, egzisztenciával rendelkeztem, és nem akarja azt, hogy hát szégyenbe kerüljek, vagy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljek. És újra kezdtem, hát 5 év munka után kapni ezt a támogatást, amit tőle korábban kaptam. Ez az ő szeretetének a kifejezés, együttérző szeretetnek kifejezése. És mindig, azért elmondom ezt a történetet végig, mert egy tanulságos, nekem mindig az volt az érzésem, azt a sok szeretetet vagy áldozatot, amit kaptunk, azt sose fogom tudni viszonozni. Mert nem lesz lehetőségem rá.
akkor már papként tevékenykedtem, szolgáltam. És a gondviselés is úgy hozta, hogy, hogy másfél évig, amikor megbetegedtek, akkor éppen olyan helyzetben voltam, hogy haza tudtam költözni, tanár voltam akkor, és hogy együtt tudtam tölteni velük a napokat. Ez az édesanyám volt, meg az édesapám. De ezek az együtt töltött napok, ezek valahogy úgy, ezt a hiányt, hogy én nem tudtam viszonozni szeretetüket, ezt megadta a lehetőséget, hogy ezt megadjam. Tehát az, hogy hazamentem, vittem az ebédet, tehát mindenben megpróbáltam ugye segítségükre lenni. És akkor kerültünk közel egymáshoz. Mert elmondtak olyan történeteket, amit addig nem mondtak el. És így megvilágosodott az ő életük, és miért így alakult például. Meg elmondták azt, hogy engem hogyan láttak abban az időben. És ez együtt szenvedés volt, mert ők szenvedtek a betegségtől. Tehát nekem is együtt kellett szenvedni velük ahhoz, hogy így közel kerüljek hozzájuk. De ez az együtt szenvedés, ez a szeretett kapcsolatunknak az elmélyülését jelentette. Tehát utólag hálát adtam azért, hogy ezt megengedte. És ez az osztálytársamnak, vagy barátomnak a fia pont ezt mondta el, ez is mondtam ezt a történeten, hogy amíg együtt volt a beteg feleségével halál előtt, és utána pedig az édesapjával, ez olyan kegyelmi időszak volt számára, mert egészen közel tudták kerülni egymáshoz, és a szeretetnek azt a mélységét, amit korábban sose éltek át, ezt így együtt szenvedésével átélhették. Végig hallgattam, mit mondok? Igen. Tehát ez nagyon egy... örülök neki, csodálatos új vég volt akkor. Igen. Hála Istennek. Köszönöm szépen. Igen. Van esetleg, biztos a hallgatók között van olyan, aki ezt meg tudja erősíteni, az életében is voltak olyan időszakok, amikor az együtt szenvedés vitte közel egymáshoz őket, és amiben át tudták élni annak a kapcsolatnak a mélységét, vagy közel tudtak kerülni ahhoz a szeretethez, ami Jézusból állott, aki hát az életünket adta, életét adta értünk, és az ő szenvedése, az tulajdonképpen velünk való együtt szenvedés. Tudnak erre mondani példákat a hallgatók? Egészen biztos, mert az ember életében ez állandóan jelen van. Most egy kicsit másképpen megfogom, aztán mondok majd példákat. Szentek életéből is. Hogy ahhoz, hogy közel tudjunk kerülni egymáshoz, mondjuk egy adott esetben egy szenvedő emberhez, ahhoz nekünk is egy kicsit meg kell halnunk. Együtt kell szenvednünk, de van úgy, hogy le kell mondani önmagunkról. Az elképzeléseink, az ideáinkról. Ez annyit jelentett abban az helyzetben, hogy elveszítem önmagam. De amikor közel kerülök a szenvedő emberhez, akkor a másik szenvedésében megtalálom önmagam, vagy a másik viszont szenvedésében, viszont szeretetében megtalálom önmagam. De nem kell attól félni, hogyha valaki, tehát valakivel ilyen együtt szenvedést vállal, akár a szüleivel, akár valakivel a környezetében van, akkor ez teljesen föladja önmagát, és elveszíti önmagát. Igen, úgy tűnik, mert nem azt teszi, amit akar. De ha közel kerül a másikhoz, ha áldozattal vállalja vele az együtt utat, akkor egészen közel kerülhet egymáshoz, és akkor tapasztalja meg a szeretetnek az igazi mélységét. Akkor tudja meg azt, hogy mi az az igazi szeretet, ami nem csak érzelmet jelent, sokkal többet. Az életünknek az átadását a másiknak. És ebben érezhet rá a szeretetnek az igazi mélységére. Tehát így Jézus a szenvedését is így tudjuk igazán megérteni, és így tudjuk a lelkünket felkészíteni húsvét örömére is, hogy átéljük az együtt szenvedésének a mélységeit. Igen, halljuk, tessék mondani. Halló? Halló. Tessék mondani. Igen, Belán atyával szeretnék beszélni. Én vagyok az, tessék parancsolni. Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus, Mária vagyok.
és szeretettel köszöntöm, boldogan hallgatom a televízióban a szentmiséjét és az egyes programokhoz a nagyon célszerű megoldások lehetőségét tolmácsolva. Én nekem az a gyónási előkészülettel kapcsolatosan szeretném megkérni Belán Ferenc atyát, hogy gondolattal, ez így kezdem az előkészületet, először is a Szentlélek segítségét kérem, utána pedig a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással mit vétettem. Én szeretnék, az élet idősebb vagyok már, és szeretnék a Jézus kedvébe járni, ezért gyakori a szent gyónásom. Tehát tudom a lényegét, de két kérdésem volna az atyához, a gondolattal van a vétkezésnél, a másik pedig a mulasztással kapcsolatosan, hogyha megerősítő gondolatot kapnék. Igen. Hát, ha én így az életemben elkövetett bűnöket nézem, akkor valószínűleg mulasztással tettem a legtöbb rosszat. Tehát lehet volna lehetőségem arra, hogy jót tegyek, és aztán valami megakadályozott ebben. Nagyon sokszor még észszerűen is meg tudtam magyarázni, hogy nem az én feladatom, hogy szóljak. Találok benne egy ellenséget, el akarom kerülni a vitatkozást vele. Tehát magyarázat is volt rá. Tehát ha valakinek elmondom, nem is biztos azt mondja, hogy ezért bűnt követtem el. De én tudom, hogy bűnt követtem el, mert a lelkismereten keresztül a Úr jelezte, hogy az én feladatom az, hogy neki szóljak. Például valakinek láttam azt, hogy többet ivott. Elindult az úton, egy olyan úton, amin hát nagyon nehéz megállni. Vagy mit tudom én. Tehát nem úgy végezte az a lelkesedéssel a munkáját, vagy korábban. Vagy elhanyolta a családját. Tehát... Igen, a családdal kapcsolatosan, ugye az gondolatom, ahogyan ők cselekesznek, nem mindig egyezik az én gondolatommal. A másik meg az, hogyha megmondom, itt van a dilémám, hogy az egyezik-e az ő családi életükben, beilleszkedik-e az én gondolatom. Itt van ez, amit kérdeznék az atyától, hogy ez hogyan oldjam meg. Nézze. Én azt szoktam ilyen esetekben mindig csinálni, hogy előtte, ha ilyen kényes kérdés van, tehát akár a családon belül is, valakinek meg kell mondani valamit, ami nagyon fájó, lehet, hogy az, hogy elmondom, az is fáj, mert tudom, hogy ezzel fájdalmat okozok neki, mégis el kell mondanom, de utána vállalnom kell az ő szenvedésével az együtt szenvedésemet is. Akkor én azon gondolkodok el mindig, és ez az imádság lehetősége, hogy Uram, ha te itt lennél mellettem, de mit tennél? Hogyan mondanál ezt meg? És az a különbség, hogy én valamilyen oknál fogva haragszom arra a másikra. De azért is néha úgy mondom el, hogy abból nem lesz jó. De Jézus meghalt érte. Tehát Jézus ugye a világot, a mennyei atya Jézus Krisztusban teremtett, a Szentlélek által. Tehát tehát ő az életét adta azért az emberért, aki most egy rossz útra tért, mondjuk, vagy iszik, vagy a családját kezdi elhagyatolni, vagy ugye nem jár rendesen dolgozni, rendszeresen dolgozni. Tehát elindult nála egy folyamat. Most én emiatt haragszok rá, de aha. Jézus nem biztos nem haragszik rá, mert az egész életét arra áldozta föl a szenvedés történetét, hogy ezt az embert is megváltsa. Tehát Jézus mindenkinél jobban szereti ezt az embert. Ha itt lenne, hogyan mondaná el azt neki úgy, hogy abból a szeretetet érezze? Így nem, van. Nem a bírói ítéletet, nem a pálcát, és nem azt a fájdalmat, amit én áttélek, vagy azt a zavaró körülményt, amit én áttélek. Tehát átváltani akkor
ezt szeretetteljes tanáccsal. Igen, tehát hogy Jézus itt lenne, mert Jézus figyelmeztetett egy-két embert. Például a házasságtörő asszonyt is megvédte. Nem mondta azt, hogy nem követett el bűnt. Igen. Ezt megvédte őt, hogy az vesse rá az első követ, aki még nem vétkezett, ugye akkor mindenki onnan elpucolt, szoktuk mondani, eloldalgott a Szentírásban, ezt olvassuk. Igen. És utána pedig, igen, ugye, ott marad az asszony középen. Tegnap erről elmékedtem, hogy a középen való maradás, ez jelenteti azt is, ugye a leírásban, hogy az Isten üdvözítő tervének a középpontjában az ember van. Mindent az emberért teremtett. Ő van középen. És segíteni akar neki. Tehát nem még ő is pálcát törődötte. Nem, segíteni akar. Igen. És akkor annyit mond, hogy nem ítéli el, de többet ne vétkez. A személyét nem ítéli el. A bűnét igen. De szeretett. Hát nagyon-nagyon. Megvédte. Megvédte. Ugye a gondolat, és akkor a végén mondtam a mulasztással, itt van nekem a dilémám, hogy ez a részemről, ha nem tárom fel az ő ügyének a fontosságát, akkor azzal mulasztok én? Igen. Tehát ha én úgy érzem, hogy az én feladatom vagy küldetésem, hogy segítsek, nem biztos, hogy az enyém. Teszik tudni? Ez megint érzékeny lelkismert kell, hogy most az én feladatom és a küldetésem, hogy figyelmeztessem erre, vagy esetleg a másé. De mondom, ott van a kísértés, hogy én úgy érzem, hogy az Úr erre indít, én meg azt mondom, hogy hát nem én vagyok az anyja, vagy az apja, vagy nem tudom én, a testvére, az ő feladatuk lenne. De lehet, hogy ők nincsenek abban a helyzetben, ezt elmondják. Én viszont papként, vagy hogy keresztényként, igen, nekem viszont kötelességem, hogy ezt a csúszást nem akadályozza. Igen, az alkalmas időt próbálom mindig megjelölni, illetve akkor szólni, amikor látom, hogy békében van a unokám vagy dédunokám, és akkor barátilag tudok vele beszélni, úgyis, mint nagymami, úgyis, mint szerető, tényleg családtagnak. Igen. Tehát Jézus mindig szeretettel szólt a bűnösök, igen, iránt. Igen. Én szabad megkérnem Ferenc atyát, egy mi atyánk és egy üdvözlégy a családomért. Igen. Most itt a beszélgetés után itt fogok majd szentmisét bemutatni. Mégis sosem is értem a Bonum Televízió. Nagyon szépen, megköszönöm. És akkor felajánlom ezt a szentmisét azokért, akik részt vesztek ebben a műsorban, és akik így fájdalmat hordoznak a szívükben, lelkükben, és akkor majd önért is, vagy a családjáért is mondok majd egy imát, jó? Szépen, atyám, dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen. Tehát azt hiszem, mindnyájunknak nagyon sokan példája lehet erre vonatkozóan, hogy ha én nem vállom a másikkal az együtt szenvedést, csak kívülről nézem, és még azt sem mondom, hogy nem segítem őt, valahogy segítem, vagy pénzzel, vagy tanáccsal, vagy nem tudom én. De ha nem vállalok részt az ő szenvedésében, ha nem fáj nekem, ami neki fáj, akkor igazából nem tudok neki segíteni. Azt az utat kell járni is, amit Jézus járt. Tehát, hogy fölvenni a másik keresztjét, hordozni, együtt szenvedni vele. Akkor kaphatom meg a jó Istentől, meg a másik embertől is azt a megerősítést, hogy igen, ezt az utat kellett járnod, itt találkoztatok, és itt kerültetek a legközelebb egymáshoz. Itt éltetek át a szeretetet. Nagyon sok példám van erre, de azért megkérdezem a betelefonálókat, hogy szeretne ehhez valaki hozzászólni. Mindenki nagyon sok példát tud erre mondani, egészen biztos. Hogy egy szentre hivatkozzam, az előbb mondtam azt, hogy a szentek azok szép példákat adnak erre. Ugye a gyóntatásnak, meg az egyik ilyen védőszentje, nem csak a gyóntatásnak is, hanem a plébánosoknak is, vagy a papoknak is a védőszentje, Viennai Szent János. Akiről megint tudjuk, hogy gyerekkorában rengeteget szenvedett,
sőt, ugye kispap meg pap korában is, mert ő egészen 18 éves koráig ő nem tanulhatott, a teheneket legeltette, és hát nem szerezte meg azt az alapvető tudást, teológiai tudást, amivel valakit fölvettek a teológiára, vagy azt elvégezhettem volna. Igen, tessék, hallgatom. Igen, hallgatom. Hát, ha gondolja, akkor nyugodtan jelezzen, és akkor abba hagyom a történetet. És hát, ugye ő azért hivatást érzett, de nem annyit kellett neki szenvedni ahhoz, hogy pap legyen, mint egy másik fiatal ember, nekem sokkal többet. Hogy fölvegyék, hogy levizsgázzon. Ugye abban az időben a teológiának a nyelve latin volt. Tehát ő pedig ugye, mert az életét 18 éves koráig a mezőn töltötte a tehenek között. Hát nem volt lehetősége arra, hogy latinból fölkészüljön. Állandó megpróbáltatásokon, szenvedéseken ment keresztül. És tessék, tessék, hallgatom. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tiszteltem, atya. Tessék. Hogyan szólíthatom? Mária. Mária, tessék mondani, Mária. Nagyon, nagyon nehéz. Úgy látom, hogy az eltékozolt emberekkel foglalkozik, akik... Hát. Akiket a sors elénbe hoz, teszik tudni. Vannak ilyenek is. Én örök életemben hívő ember voltam, csak tényleg eltévedtem nagyon sokat. És most hallom az adáson keresztül, hogy minket nem hagynak el. Nagyon nehéz mondanom. Itt a nagyfőt ideje. Mindenféle. Világi dolgokról lemondok. Gyerekeimért, mindenért. De valahol a Jóisten ad erőt. Annyi emberhez hívtam az egészségügyben az utolsó pillanatban. Atyám, mentse meg az életet. Ez a bűnbánat ideje. Igen. Ez a 40 nap lemondásról mindenről szólt nekem. Gyermekeimért. Mindenért. Segítsek nekem. Szerintem az itteni atyát megkeresek, mert lelkileg össze vagyok tökre. A telefonszámat most nem mondom, de a közösség szolgálata az elmondja, és akkor tessék majd telefonálni, jó? Amit most itt nehezen tudna elmondani, azt lehet, hogy négy szem közt, vagy talán telefonon könnyebben el tudja mondani majd, jó? De hallom, hogy van egy másik betelefonáló is. Tessék parancsolni. Igen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kinga vagyok, 85 éves nyugdíjas, és hát én egészségügyben dolgoztam, pszichiátriai rendelőbe, és nagyon sok megoldatlan élethelyzetet, szenvedést láttam, és én a negyedik stációhozról szeretnék egy pár szót hallani, amikor Szűz Mária találkozik a Jézussal. És hát, hogyha én lettem volna ott a keresztútnál, hát én
biztos, hogy ledöbbentem volna. Igen. És hogy egyáltalán a Szűz Máriának volt annyi ereje, hogy kimutassa az együttérzését, mert a passió énekben csak ugye az van, hogy áll a gyötrött Isten anyja. Igen. És úgy síratja Szent Fiát, hogy de abban a helyzetben mi adott neki, vagy tudott-e segíteni a fiának ebbe a kétségbejtő helyzetben közel a Golgotához? Talán ezt már mondtam, hogy néha egy pillantás soha az ember elő tud közvetíteni. Nem tudom, hogy látta a Passió című filmet. Nagyon régen. Annak a filmnek van egy ilyen betéte, ami nem az evangéliumból van, hogy amikor látja Jézust menni és elbukik a kereszten, akkor megjelenik előtte, már Mária előtt, aki a színésznő előtt, tehát a kisgyermek Jézus, aki elbotlik, és akkor oda megy hozzá. Jó, igen, emlékszem erre a bejátszásra. Én csak homályosra emlékszem, de most, hogy ezt említette, hogy akkor oda tud menni hozzá, és akkor segíteni tud rajta. És most meg nem engedik oda hozzá. Tehát nem tud oda menni. És még egy egyszerű fiatal lány még letörli róla a verejtéket, de valószínűleg Máriát oda se engedték. Vagy a fájdalma volt akkora, hogy nem tudott oda menni hozzá. Nem lehet tudni. De én úgy gondolom, hogy, és ezt papként mondom, amikor nagyon sokszor állok egy beteg ágy mellett, és nem tudok szavakat se mondani, mert nem biztos, hogy hallja a másik, hogy néha egy érintésnek, hogy megfogom a kezét, vagy azt mondtam, hogy olajjal megkentem a kezét tegnap annak a betegnek. Én éreztem, hogy azon keresztül, tehát erő áramlik ki így belőlem, és pláne úgy, hogy az a szerzetes nő nyitotta ki a tenyerét, és úgy kentem meg olajjal, tehát így egy ilyen testi érzékelhető találkozás is kifejeződött közöttünk. Az érintésben mindig benne van, ha az ember úgy adja valahogy az erő. Nem véletlen, hogy ha olvasjuk az evangéliumot, nagyon sokszor találkozunk benne ilyet, hogy ilyen élete, hogy és megérintette őt. Vagy valaki megérintette Jézust, például a vérfolyásos asszony. Nem láttam, mert mögötte volt, de megérintette ruhája szegélyét. Annak az érintésnek ereje volt. Vagy amikor a naim ifjút viszik, ott van mellett az édesanyja sír mellette, akkor Jézus oda megy, és megérinti az elhunytnak a testét. Tehát ezzel azt a burkot, vagy ezt a kemény burkot, ami elválasztotta őt a többiektől, azt szinte szétrobbantja, vagy amikor jönnek hozzá Jézushoz leprások, akik akiknek kerülni kellett az emberi találkozásokat. Kiabálni kellett, hogy tisztáltan, nehogy valaki a közelébe kerüljön. Amikor Jézus megengedés, hogy megérinti ezeket a betegeket, azzal az érintéssel a szeretetét fejezi ki. Az Isten fiának a szeretetét, de mi is ilyen helyzetekben egy érintéssel, lehet egy szó is, bármi, de egy fizikai érintés is, nagyon sok szeretetet tudunk közvetíteni az emberek felé. Nagyon sokat. Ezt én érzem, tapasztalom. Igen. Ugye tegnap nem tudtam megáldoztatni ezt a beteget, nem volt észnél, de az oltári szentséggel adtam az áldást. Abban is erő volt, azt hiszem. Én éreztem. Még elmondom ezt a történetet a Viennai Szent Jánosra kapcsolatban. Ugye Viennai Szent János, mondom, nagyon nehezen lehetett pap. Meg kellett küzdeni neki. El volt maradva, volt olyan eset, amikor nem is tudott levizsgázni a szemináriumban, hanem a plébánosa kérésére, a tanárok jöttek ki a plébániára, hogy ne nyomassa őt az egyetemnek, vagy a teológiának így a külső, félelmetes légköre, ahol neki latinul vizsgáznia kell. És kijöttek és levizsgáztatták. De ez a hosszú szenvedés, ez érzékenyítette őt a szenvedély iránt.
És ezzel magyarázható talán, hogy volt olyan időszak az életem, amikor 17 órát gyóntatott alszba. 17-et. És Párizsból indultak a vonatok kifejezetten alszba. Jegyet lehetett vásárolni a gyónok számára. Mert érezték azt, hogy az ember ismeri a szenvedést, és képes arra, hogy együtt szenvedjen a szenvedőkkel. És ugye, abban az időben elég szigorú penitenciák voltak, elég elégtételek voltak, és ő nem adott nekik olyan súlyos elégtételt. És emiatt aztán sokan el is marasztalták őt. És ugye erről így válaszolt. Az egyik ismerős helybíli lakos visszaemlékezett rá a halál után, és mondta azt, hogy nagyon szeretett minden bűnbánót, de egészen gyöngéden szeretetet táplált a nagy bűnösök iránt. Értett ahhoz, hogy megérintse a szívüket, itt az érintés szerepel. Nagy buzgalommal megtérítse őket. Nem csak szembesítették őt ezzel, hogy hát vannak, akik ilyen túlságosan lazának tartják így a szigorú büntetést, ahelyett, hogy szigorú büntetést adott volna, hogy akkor azt mondta, azért szidnak, mert nem szabok ki elég szigorú elítételt. Hogy túlságosan könnyen feloldozom a gyónokat. Tehát hogyan lehetnék szigorú azokkal az emberekkel, akik olyan messziről jöttek, ugye Párizsból elsősorban, de máshonnan is, aki ennyit áldozatot hoztak, akinek gyakran el kell bújniuk, hogy idejöhessenek, szégyelték magukat a bűnök miatt. Tehát ebben már meglátta ebben a szégyenben az ő szenvedését. És ezzel magyarázható. Most ami, még van egy-két percünk, azért ezt elmondom, hogy gyermekkoromban talán kötelező olvasmány is volt Viktor Hugonnak a Nyomorultak című könyve. Ott a Szökött Fegyenc életében egy pap jelent fordulatot. És azt mondják sokan, hogy nagy valószínűséggel a Viktor Hugo ezt a papot Viennai Szent Jánoson mintázta. Pontosabban ezt a püspököt. Hogyan van ez a történet? Úgy van ez a történet, hogy elszökik a fegyenc, ugye új életet akar kezdeni, a pénz kell, és hát nincs pénze. És akkor elmegy egy paphoz, ezt befogadja, és hogy legyen a jövőre is pénze, ezért ott az ezüst észkészletet ellopja. Elfogják, visszacipelik a csendőrök, és hát szembesítik. És akkor ez idős püspök, ez megvédi őt. Mert azt mondja, hogy hazudik, idézőben mondom, de hát az ő javát akarja, így szenved vele együtt, hogy ő ezt ajándékba adta ennek az embernek. És itt felejtett két gyertyatartót, ezüst gyertyatartót, ezt is vigyel magával. És amikor aztán ugye már csendőrök elmennek, tehát nem tartottatják őt le, akkor ezt a könyvvel olvashatjuk, és utána néztem azt a könyvet, idézem ezt a részletet, ezt mondja ez az idős pap, püspök, a Szökött Fegyencnek, Jean Valjean, testvérem az Úrban, te már nem a bűnt szolgálod, hanem a jót, megvásároltam a lelkedet. Megváltottam a sötét gondolatoktól, a romlás szellemétől, átadom az Istennek. Tehát ugye ez az együtt szenvedés. Tehát nyilván ő se örült annak, hogy ellopták a plébániájáról az ezüst evőkészletet. Nem. De mivel ő is, a Viktor Hugo írja, de nyilván valamennyire ismerte, hát tehát a Szentnek életét is, Viennai Szent Jánosnak az életét. Tehát annyi szenvedésen ment keresztül, annyiszor érezte magát kiszolgáltatott helyzetben, hogy ő ezt megtette. És bízott abban, hogy ez a gesztus, ez az áldozat, ami szenvedésre járt nyilván neki is, mert kritizálták őt később, hogy ez elég volt ahhoz, hogy megváltsa ennek az embernek a lelkét a gonosztól, a bűntől. Ez egy szép példa arra vonatkozóan, hogy az együtt szenvedés vezethet el minket Isten szeretetéhez, és amit aztán húsvétkor ünnepelünk. De hogyha mi ezt az együtt szenvedést nem gyakoroljuk az életünkben, nem hordozzuk saját terünket és a másik
embert elít, akkor nehezen kerülhetünk hozzá. Van még időnk két hét, közel két hét, próbáljuk gyakorolni ezt az áldozatos szeretetet. Higgyünk abban, hogy ez közelebb minket Istenhez, és másokat is ezáltal közelebb tudjuk vinni majd. És értessék a Jézus Krisztus.